Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a BME Innovációs Napján. Én Kocsisán Brigitta vagyok, innovációs műsorvezető, a Tudományos Újságírók Klubjának elnöke, ex-műegyetemista és a mai rendezvény háziasszonya. Óriási öröm számomra, hogy részese lehetek a mai rendezvénynek. Idén június 8-án és 9-én 6. alkalommal rendezi meg a kutatókat és ipari partnereket összekötő eseményét az Innovációs Napot a Műegyetem a FIEK szervezésében. A FIEK már egy sokak által ismert betűszó, gyakorlatilag a Műegyetem tiszteletbeli 9. kara. Idéntől azonban ez a mozaik szó egy picit mást jelent, nevezetesen a Felsőoktatási Innovációmenedzsment és Együttműködési Központot, de erről később az egyik előadásban szó is lesz. Nagyon sok érdekességgel készültünk mára, csak úgy, mint a korábbi években, de lesznek újdonságok is. Például az, hogy a keynote előadások év után először nem egy személyhez, hanem magához a műegyetemhez tartozik. És hogy miért döntöttek így a szervezőt, tehetjük fel a kérdést. Egész egyszerűen azért, mert annyi innovatív megoldás, annyi probléma megoldás, annyi eredmény körvonalazódik nap-nap után itt a BME 240 éves falai között, hogy nehéz lett volna egy szemét vagy egy témát kiemelni, úgyhogy az idei év központi témája éppen ezért pont ez az innovációs sokszínűség lesz, és a teljesség igénye nélkül szemezgetünk a BME innovációs étlapjáról. Szó lesz az egyetemi ökoszisztémáról, aktuális ipari egyetemi együttműködésekről, a megújult FIEK szervezetéről, a BME kompetencia térképének legújabb funkcióiról, a Kooperatív Technológiák Nemzeti Laboratóriumról, és egy nagyvállalati kerekasztal beszélgetés keretén belül a mindennapjainkat is érintő K+F+I tevékenységekről. Sőt, a BME új egyetemi spin-offjai is bemutatkoznak, ráadásul itt debütál az egyetem új spin-offokat és startupokat támogató programját elindító BME AS, vagyis a BME University Spin-off Startup Studio, amelynek az a küldetése, hogy intézményi keretben támogassa és fejlessze az egyetemi spin-offokat és startupokat. Most pedig a rövid bevezető és kedvcsináló után át is adom a szót az egyetem rektorának, Cigány Tibornak. Tisztelt vendégeink, kedves kollégák! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Műegyetemi Innovációs Napon, amely hagyományosan immár nyár elején kerül megrendezésre. A mai napnak a célja, hogy bemutassuk az elmúlt egy év műegyetemi kutatásfejlesztési és innovációs eredményeket, együtt örüljünk a sikereinknek. Ugye ez az időszak a műegyetem életében igen gazdag az ünnepségekben, hiszen a május utolsó hete, június első hete, akkor vannak a kari jubileumi diplomátadó ünnepségek, a kari tanévzáró ünnepségek, és a ünnepi szenátusi ülés, amely múlt héten volt, és sok doktort avattunk, és emellett számos hazai és nemzetközi kiválóságnak, tudósnak adtunk át kitüntetés címet, köztük Karikó Katalinnak, aki megkapta a Neumann János professzori címet. Na most, ha valaki, akkor ő igazán a világ első számú innovátora. Ma mutatja, hogy hogyan lesz egy alapkutatásból, egy alapötletből emberiséget megváltó, mondhatjuk ezt, innováció. Ehhez a ünnepség sorozathoz jól illeszkedik a mai alkalom, amelynek célja itt mögöttem olvasható a táblán, és holnap lesz ugye a kompetencia vásár, amelyre be lehet kapcsolódni online is, és annak pedig az a célja, hogy bemutassuk a műegyetemi kutatócsoportokat, nagyobb láttatást adjunk nekik, hogy minél inkább sikeresek legyenek nem csak a hazai kapcsolatépítésben, hanem a nemzetközi kapcsolatépítésben, kiemelten a Horizon Europe pályázatokban, amelyek a műegyetem már 22 pályázatot elnyert, természetesen a legtöbbet a magyar egyetemek közül, de mondjuk ez nem meglepetés, mert az előző keretprogramban, a H2020-ban is a legtöbbet a műegyetem nyerte, az előtte lévő FP7-ben is a legtöbbet nyerte, az ezelőtti FP6-ban is a legtöbbet nyerte, az ezelőtti FP5-ben is, nem sokos. De mindig a műegyetem nyeri a legtöbbet, és nem csak a pályázati darabszámban, hanem az elnyert összegben egyaránt. Ebből a mostani 22-ből hagy emeljek ki kettőt, a két IRC grantet, és már csak azért is, mert a Nagy Péter kolléga, ő itt van közöttünk, tapsoljuk meg, mert ez egy fantasztikus teljesítmény. A másik kolléga pedig Mag Péter,
aki szintén egy fantasztikus teljesítmény nyújtott. Befejezésül pedig hagyd mondjak el egy nagyon friss jó hírt. Tegnap hirdette ki a Magyar Tudományos Akadémia a lendület kutatócsoporti pályázati eredményt. Magyarországon 7 egyetemi kutatócsoport alakíthat lendület kutatócsoportot, ebből 2 a BME-n, ami úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy siker. Végezetül köszönöm az ipari partnereinknek, hogy mindig számíthatunk önökre, együtt mehetünk ezen az úton, és kívánok mindenkinek hasznos időtöltést és olyan kapcsolatépítést, ami minél több nyertes Horizon Europe pályázatot eredményez. Köszönöm, hogy meghallgattam. Köszönjük, rektor úr! Most pedig szeretném felkérni Verségi Nagy Miklóst, a BME kancellárját, hogy ő is köszöntse a jelenlévőket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sok szeretettel köszöntöm a BME Innovációs Nap résztvevőit, akik itt személyesen jelen vannak, és azokat is, akik majd online fogják megtekinteni az előadásokat. Rektor úr említette, hogy múlt héten vendégünk volt Karikó Katalin, akit Neumann János professzori díjjal tüntetett ki a ünnepi szenátus. Néhány gondolatot szeretnék idézni abból, amit ő megosztott velünk arról az innovációról, arról a világra szóló sikerről, amit ők a Pfizer-BioNTech konzorciummal elértek. Az egyik az 2005-ig nyúlik vissza, amikor Drew Weissman professzorral együtt először nem akarták szabadalmaztatni azt a felfedezést, azt a találmányt, amire jutottak, azzal a gondolattal, hogy ez minél szélesebb körben elérhető legyen a világon, és hasznosulni tudjon ez a találmány. Majd pedig a Pennsylvania Egyetem innováció menedzsmentért felelős kollégái felhívták a figyelmüket arra, hogy megéri szabadalmaztatni, ugyanis sokkal inkább azáltal lehet majd bevonni további tőkét, cégeket a fejlesztésekbe, akiket akkor érdekel ez a dolog, hogyha védve van szabadalommal ez a találmány, és nem közpréda. Tehát tulajdonképpen a védelem az nem, hogy hátráltatná, hanem javítja a további fejlesztéseknek és a tőkebevonásnak az esélyeit. A másik, amit elmondott, számomra egy nagyon érdekes dolog volt, hogy a messenger RNS technológiával kapcsolatban a BioNTech-nél egy bizonyos licencet kellett 75 millió dollárért megvásárolni, és ekkor még nem volt koronavírus a világon, vagy legalábbis egy wuhani laboratóriumban lehet, hogy volt, de széles körben nem terjedt még el, és hát nagy vita volt a menedzsmentben, hogy megvásárolják, vagy ne szívták a fogukat, és hát végül megvásárolták, és ez a licenc aztán kellett ahhoz, hogy ezt a vakcinát kifejlesszék. Na hát elképzelem ezt a meetinget itt a Műegyetemen, hogy arról vitatkozunk, hogy 75 millió dollárt befektessünk-e vagy sem. Valószínűleg ez 1-2 percnél nem tartana tovább ez a gyűlés, mert hát ugye nincs ez a pénz, szóval nincs miről vitatkozni. De hát azért tudjuk, hogy vannak kockázati tőkebefektetők, vannak szakmai befektetők, tehát a jó ötletekhez meg lehet találni a pénzt, és ez egy nagyon fontos üzenet, úgy gondolom, vagy mozzanat, amit tanulhatunk Karikó Katalintól, hogy egyrészt kell a professzionális innováció menedzsment, amit ugye a Pennsylvania Egyetem szakértői biztosítottak, kell a pénz, és harmadik dolog, hogy kell egy kis szerencse is, amikor ők ezt a tehát a Pfizer fejlesztette a vakcinát, influenza elleni vakcinát, a messenger RNS technológiát pedig nem a COVID ellen fejlesztették eredetileg, hanem autoimmun betegségek, rák, szívbetegségekkel kapcsolatban annak ellenszereként kísérleteztek vele, és amikor jött a COVID, akkor minden együtt állt, hogy ezeket összepakolják és csináljanak belőle egy vakcinát. És a következő megfogalmazása volt még, képzeljünk el egy olyan helyzetet, amikor piacra dobunk egy terméket, amit bármilyen mennyiségben és bármilyen áron megvásárolnak. Hát azt gondolom, hogy végül is minden üzletembernek, vagy minden üzleti vállalkozásnak ez az álma, hogy legyen egy olyan terméke, amit minden mennyiségben és minden bármilyen áron elvisz a piac. És hát most is, ha nagyot szeretnék álmodni, akkor mi is ezért vagyunk itt, hogy minél több olyan szabadalmunk, olyan szellemi termékünk, olyan innovációnk, olyan spin-off cégünk legyen, ami aztán
gazdasági haszonnal is jár. Ugye a Műegyetem sok fázisban jelen van a kutatásokban, az innovációban. Ez az egyik fontos láb, hogy az oktatás, kutatás és egyébként a vállalkozási tevékenység, tehát az ipari kapcsolatokban, az ipari együttműködésben konkrétan vállalkozási tevékenységet is folytatunk. Ez a három lába a Műegyetemnek, és a kutatás, fejlesztés, innovációnak is különböző szakaszaiban vagyunk jelen. Úgy gondolom, hogy nagy öröm és büszkeség, hogy az ipari partnerekkel, köztük például az Ericssonnal, alapkutatásban is van együttműködés. Nyilván a vállalatokat, az innováció, azok a fázisok, amikor már a üzleti hasznosuláshoz közelebb vagyunk, az jobban érdekli. És szeretném azt is elmondani önöknek, ami szintén egy nagy eredménye, hogy rektor úr mondta, hogy az elmúlt év eredményeiről szeretnénk innováció területén beszámolni, hogy két spin-off céget alapítottunk, jármut technológia területén tevékenykedik mind a kettő, illetve ezzel kapcsolatos szellemi tulajdon fejlesztésén és hasznosításán dolgoznak. Na most ez a két spin-off cég, ez a szenátusi döntéstől a cégbírósági bejegyzésig 16 hónap telt el. Na most nem ez, amire leginkább büszkék vagyunk, hogy 16 hónapig tartott ez a bejegyzés, de már előkészítés alatt van a következő spin-offnak a bejegyzés, ami majd 16 hétig fog tartani, és utána pedig a következő fázisban pedig 16 napig. És ez a vízióm, hogy 16 napra redukáljuk majd a spin-off cégek létrehozását, tehát egy céget bejegyezni nem tart olyan sokáig, hogyha megvan maga a koncepció és a megállapodás a tulajdonosokkal, hogy hogyan akarjuk ezt létrehozni. Most a Műegyetemnek, hogyha rajzolnánk egy ilyen SWOT analízist, ugye az erősségei, a lehetőségei, gyengeségei és veszélyei, biztos, hogy az ipari kapcsolatok azok a erősségek és a további kiaknázásnak a lehetősége folyton a lehetőségek kvadránsban hangsúlyosan szerepelne, tehát eddig is nagyon jelentősen tudott építeni az ipari kapcsolataira az egyetem, és ezután is ezt tovább kívánjuk fejleszteni és gazdagítani. Ugye manapság sok szó esik, és politikai aktualitása is van az egyetemi autonómiának, de most ebbe az irányba nem fogom a bevezető gondolatokat elvinni. Ugyanakkor, ahogy a 75 millió dollárral kapcsolatban elmondtam, hogy az autonómiának van egy gazdasági vetülete is. Tehát az, hogy a szenátus tud hozni döntéseket, és ez a legfőbb szerve az egyetemnek, tehát az autonómiának a demokratikus megtestesülése, ez egy nagyon szép dolog. Például eldönthetjük, hogy kinek adunk díjat, de hogyha nincs pénzünk, akkor arról nem tudunk dönteni, hogy 75 millió dollárt befektessünk-e vagy sem. Tehát az autonómiának egy gazdasági lába, egy pénzügyi pillére is kell, hogy legyen, és ezen is dolgozunk, hogy ez a pillér erősödjön a jövőben, és több pénzügyi forrás álljon rendelkezésre. De tulajdonképpen ez az ipari együttműködés, ezek a szellemi tulajdon kezeléssel, menedzsmenttel, innovációval kapcsolatos tevékenységek abban tudják segíteni az egyetemet, hogy az autonómiája is gazdasági oldalról is meg legyen támasztva, és így a fenntarthatóság, a reziliencia irányába tudunk lépni. Hogyha egy dolog lesz, amire emlékeznek a bevezető gondolataimból, hogy mi is az én elképzelésem, mi a Műegyetem stratégia iránya, amit képviselni szeretnék, akkor ez a üzleti szemlélet, ezt kérem, hogy vigyék magukkal, és ezért vagyunk itt, és ezért hívtunk üzletembereket is a mai és a holnapi napra, hogy ebben közösen gondolkozzunk, és a jövőbeni együttműködéseket megalapozzuk, kiszélesítsük. Tehát üzleti szemlélettel kívánunk hozzáállni a dolgokhoz, ami nem azt jelenti, hogy elfelejtjük, hogy egy felsőoktatási intézmény vagyunk, és 20 ezer magyar és külföldi diák ránk van bízva, hogy megtanítsuk őket a mérnöki, természettudományos, gazdaságtudományi tudományoknak a mélységeire, hanem azt jelenti, hogy a szellemi tulajdonnal kapcsolatban, az ipari kapcsolatokkal összefüggésben mindig gondolkozunk a gazdasági, üzleti hasznosítás és a üzleti haszon vonatkozásában is, amit aztán pedig további fejlesztésekre
tudunk fordítani, hiszen non-profit intézményről van szó, de célunk a kutatás, fejlesztés, innováció és az ipari kapcsolatok további erősítése. Köszönöm szépen, mindenkinek hasznos konferenciát kívánok! Köszönjük szépen, kancellár úr! Most pedig vágjunk is bele a szakmai programba. Elsőként ismerjük meg közelebbről az egyetemi innovációs ökoszisztémát. Lewandowski János, a BME tudományos és innovációs rektor helyettese tolmácsolásában. Köszönöm szépen, én is mindenkit üdvözlök ezen az innovációs napon, és ahogyan a kinagyított felirat is tanúsítja, az egyetemi innovációs ökoszisztémáról szeretnék röviden beszélni. Persze, hogy mi is lapul a meglehetősen barokkos cím mögött, először a benne rejlő kifejezéseket kell értelmezni, méghozzá az ökoszisztéma az egy olyan nagyívű szónak tűnik, ami valami fenntartható körforgáshoz kapcsolódik. Ugyanakkor kérdés az, hogy a mindennapi egyetemi valóságunk az hogyan fűzhető fel erre az innovációs ökoszisztémára, hiszen a valóságunk szövete az a következőből tevődik össze, bejövünk az egyetemre, gondolkodunk, kávét iszunk, és ebből különböző ötletek születnek, amelyek az egyetemi tudásvagyon részévé válnak. Aztán ezek eredményekbe torkollanak, publikációk, kutatási jelentések, illetve vállalati együttműködések formájában, és gazdasági, illetve társadalmi igényeket elégítenek ki, hiszen egyrészt kapcsolódnak a társadalom nagy kihívásaihoz, mint például fenntarthatóság vagy disztruktív technológiák, illetve tudásintenzív KKV-knak szolgáltatnak táptalajt, valamint a vállalkozások is tudnak épülni belőle. És ezért az egyetem saját bevételekre tesz szert, illetve fenntartói finanszírozásban részesül, amiután még több kávét ihatunk, még több ötletünk lehet, és még inkább tudjuk gyarapítani az egyetemi tudásvagyont. És igazából ez a körforgás az, ami a mindennapi valóságunkat az innovációs ökoszisztéma kontextusába emeli. Azonban egy ilyen körforgásos modellnek két kritériumnak kell eleget tennie. Egyrészt ennek fenntarthatónak kell lennie, másrészt pedig céljaiban konzisztensnek kell lennie, hogy ugyanolyan irányban haladjon ez a nyíl a körforgásban. És mind a két területen kihívások elé néz az egyetem, olyan értelemben, hogy a finanszírozási fenntarthatóságot az energiaválság, illetve az energiaárak veszélyeztették, ezt eddig nagyon jól kezelte az egyetem, illetve van egy kibontakozó félben lévő munkaerőpiaci válság, ami olyan külső hatásokat kényszerít az egyetemre, hogy már a hallgatói periódusban be kell vonni a hallgatókat a munka világába, és amikor ez doktoranduszi szinten történik, akkor a kérdés persze az, hogy ki fogja gyarapítani ezt a tudásvagyont. Azaz előfordulhat az, hogy a tudásintenzív globális kihívások területéről átsodródunk a munkaintenzív és rezsiintenzív kihívásoknak a területére. Persze ennek a kezelésére nagyon sok módszer, illetve eszköz áll az egyetem rendelkezésére, hiszen egy nagyon gazdag tudásvagyonnal rendelkezünk. A tudásvagyon alternatív megnevezése egyébként, hogy ez a BME tudományos kiválósága. Ennek több komponense van, egyrészt van a humán erőforrás kiválósága, erre vonatkozóan néhány adat az itt szerepel, illetve van a diákoknak a kiválósága, például OTDK-n egészen látványos eredményeket értünk el, 548 pályázatból 67 első helyezett született, illetve itt látható a publikációs output 2022-re vonatkozóan, illetve a kapcsolódó statisztikák. Sőt, ez a kiválóság a rangsorokban is manifesztálódik, hiszen a műegyetem a legmagasabbra rangsorolt hazai egyetem a nemzetközi rangsorok szakterületi listájában. Ugyanakkor ez a kiválóság, ez egy potenciál, ezt a potenciált le kell csapolni, termőre kell fordítani, olyan értelemben, hogy ezt láttatni kell. Ennek a láttatása a kompetencia menedzsment feladata,
Ugye már egy éve elkezdtük a kompetencia térképet építeni, jelenleg 147 kutatócsoport és 419 kutató regisztrált erre az oldalra, rövid szakmai tartalmakkal, illetve videók is elérhetők. De természetesen, hogy ez termőre forduljon Horizon Europe szempontjából, ezeket a kompetenciákat össze kell boronálni, találkozni kell a kompetencia vásárok alkalmával. Tavaly már egy nagyon sikereset szerveztünk, ahol 16 országból vettek részt, illetve az idén is remélhetőleg ez nagyon sikeres lesz. Mindazonáltal ez a kompetencia térkép lehetőséget ad arra, hogy szövegbányászattal meg analitikával az egyetem szakmai irányultságára következtessünk. Méghozzá, hogyha a Horizon Europe kulcsszavak alapján rákeresünk a kutatási témákban az egyes témákra, akkor azt látjuk, hogy a sustainability a legerősebb téma, artificial intelligence, energetics, data és advanced materials, ez a top 5, az első 5, amit az egyetem kompetenciájának tekinthető, természetesen még nagyon sok terület szerepel itt. Ugyanakkor, ha ezt kutatói kompetenciák szintjén firtatjuk, akkor ugyanez az első, csak egy kicsit megváltozik a sorrend, energetics ugrik az ére, és utána követi a sustainability, stb. Sőt, ha azt nézzük meg, hogy milyen százalékos arányban töltötték fel a karok a kutatócsoporti profilokat a kompetencia térképre, akkor abban a meglepő eredményben részesülünk, hogy ez gyakorlatilag kísértetiesen megegyezik a költségvetési arányokkal. Azaz igazából az önszerveződésnek a bölcsességeit kutatócsoportok szempontjából is validálta a költségvetési szétosztásnak az igazságosságát. Itt látható egyébként, hogy tudományos fokozatok szerinti eloszlás alapján hogyan történtek ezek a föltöltések. És természetesen ez valóban termőre fordult Horizon Europe szempontjából, hiszen nagyon sok pályázatot adtunk be, 2022-ben 82 darab pályázatot, jelenleg 26 H20-20-as projekt fut, míg 10 darab Horizon Europe projekt, de 9 darab még idézőjelben a csőben van, tehát nyerési esélyekkel. És ez egy viszonylag magas elfogadási arány, 10% fölött van, ami európai uniós pályázatoknál nagyon jó. De ahogy rektor úr is említette, a legbüszkébbek a két ERC grant nyertesekre vagyunk, ami igazából az egyetem humán erőforrásának a kiválóságát demonstrálja. Sőt, azt is megnézhetjük, hogy ez a kompetencia térkép, ez mire predesztinálja a műegyetemet, természetesen most nem teológiai dimenziókban gondolkodva, hanem az ország jövőjéhez kapcsolódó vízióhoz való illeszkedés szempontjából. Két ilyen vízió az, ami elérhető, az egyik a Magyar Nemzeti Bank fogalmazta meg, a másikat még egy évvel ezelőtt az ITM. És ha megnézzük azt, hogy a műegyetem a 2030-as stratégiai anyagban milyen kompetenciákat jelenített meg a digitalizációtól az egészségüpörig bezárólag, akkor ezek kísértetiesen egyeznek az MNB, illetve az ITM jövőre vonatkozó víziójával. Azaz a műegyetem valóban az ország jövőjének a letéteményese, és ezt a potenciált nyilván ki kell hozni belőle. A másik nagyon fontos pillére ennek az innovációs ökoszisztémának a fókuszált kutatások. Ez alatt a nagy összegyetemi projekteket értem. Ugye a felsőoktatási kiválósági programból evolválódott a tématerületi kiválósági program, ez a TKP 2021, ez továbbra is fut. Itt egészségalprogramban gyógyszeripari kutatásokat végzünk, míg a nemzetvédelmi alprogramban katasztrófavédelemhez kapcsolódó kutatásokat. 7 darab nemzeti labor munkájába veszünk részt, ez is egy nagyon jó visszacsatolás a műegyetem kiválóságára vonatkozólag, a mesterséges intelligencia nemzeti laboratóriumtól kezdve egészen az ellenálló képesség nemzeti laboratóriumig bezárólag. Illetve a BMF-iek projekt, ez már fenntarthatósági periódusban van, de létrehoztuk azokat a laboratóriumokat, amik unikálisan a KFI-t, mint szolgáltatást ajánlják föl az iparvállalatoknak.
valamint a kompetencia központ pályázat az még mindig fut. Ennek a szakmai fókusza a biztonságtudomány, olaj- és gáziparban, járműiparban, illetve építőiparban. Itt láthatók a Nemzeti Laborból való részesedései a karoknak, illetve a TKP 2021-es projekthez kapcsolódó finanszírozások. És az innovációs ökoszisztémának ez a lába is nagyon szép eredményeket generál. Ha szabad, én most nem bocsátkoznék egy száraz felsorolásba, csak néhány eredményt láttatni szeretnék a teljesség igénye nélkül. Például a mesterséges intelligencia nemzeti laboratóriumban nagyon fontos a mély tanulás kiterjesztése görbült terekre, Hausdorff metrikákra, ami mögött az az egészségügyi alkalmazás húzódik, hogy meg szeretnénk állapítani, hogy a cerebrál kortexben melyek azok a területek, amik az újszülöttség indikatív területei. Itt bal oldalon egy nem újszülött cerebrál kortex szerepe, jobb oldalon pedig egy koraszülötté, és itt látható a piros területek azok, amik a koraszülöttségre utalnak. Egy másik kuráns téma az az okos hidaknak a tervezése az építőmérnöki karon. Itt ugye a cél az, hogy a híd állapotát online tudjuk monitorozni, non-invazív, azaz szerkezetmegbontás nélkül. Mikro megnyúlásmérőkkel van felszerelve maga a híd, és ez a mikro megnyúlásmérők jeleit egy mesterséges intelligencia korrelálja a híd kritikus statikai paramétereivel. Azaz valóban akkor inicializál karbantartást, amikor erre szükség van, megtestesítve a prediktív karbantartásnak a filozófiáját. Ezen nyilván óriási költségmegtakarítás lehet elérni. Tudunk folyadék viszkozitást mérni gépi látással, ez meg egy hatalmas előny a sokkal nehezebb mérési módszerekkel szemben és komplexebb mérési módszerekkel szemben. Illetve tudunk gyógyszergyártás esetén szemcséket detektálni, illetve szemcseméretet analizálni, amivel a gyártás minőségét, sőt a gyorsaságát is tudjuk javítani. És végül, hogyha valakinek pingpongozni támad kedve, 5G hálózaton keresztül egy robotkarral, akkor arra is lehetőség van. Nekem ugyan nem támadt erre ingerenciám, de ki tudja, hogy kiben milyen vágyak lapulnak, a fenti laborban ez megvalósítható. Mindazonáltal ezek nagyon fontos kutatási eredmények, amik az adott konzorciumban, illetve az adott projektben a megvalósulás felé haladnak, azonban ennek az alján ott kell, hogy legyen az üzleti hasznosulás is. Itt láthatók a Műegyetem 2022-es szabadalmi bejelentései, illetve 7 darab sikeres startup működik az E10-es inkubációs központban. Ez az elektromobilitástól kezdve a hajónavigáción át a logisztikáig tart a spektrum, valamint 2 darab spin-off indult meg a Műegyetemen, ahogy kancellár úr is jelezte ezt, ezekről majd később lesz egy előadás, ugye a járműiparra fókuszálnak ezek. És ugyanakkor ez az egyetemi ökoszisztéma nem csak azért fontos, mert értéket termel, hanem azért, mert transformatív hatásai vannak az egyetemre nézve. Ha például fölírom azt a táblázatot, hogy a különböző karok részt vesznek a nemzeti laborok munkájában, akkor ez kvázi egy bináris mátrix, ami meghatároz egy gráfot. És ez a hálózatosodás az, ami lehetővé teszi azt, hogy az egyetemre ne csak úgy gondoljunk, mint 8 kiváló karnak az összességére, amelyek a szakterületi kiválóságot művelik, hanem ezek horizontális témákat feszítenek rá az egyetemre, multidisziplináris kutatások, meg integrált ipari hasznosulás tekintetében. Azaz a függőleges vonalok szintjén karok vagyunk, és a vízszintes vonalok szintjén vagyunk egyetem, és ennek az instrumentuma ez a hálózatosodás, így lesz a függőleges vonalakból vízszintes vonal, így lesz a szakterületi kiválóságból összegyetemi kiválóság. És ezt sikeresen működtetjük, akkor valóban működik az egyetemi ökoszisztéma körforgása, azaz az egyetemi tudásvagyomból eredmények keretkeznek, abból Horizon Europe projektek, startupok, illetve a spin-offok, és így fordul ez körbe az idők végezetéig, bocsánat, a biblikus ívű hasonlatért.
Mindazonáltal azonban vannak veszélyfaktorok, amire figyelni kell. És az egyik ilyen veszélyfaktor, amint már említettem, az a munkaerőpiaci válság. Itt látható az MNB felmérése alapján, hogy milyen drámaian csökken a munkavállalói populáció Magyarországon. Éppen ezért, hogy ezt a válságot meg lehessen oldani, különböző javaslatok születnek. Hogyha szabad, a most következő tartalom az a lelki nyugalom megzavarására alkalmas, úgyhogy ezért szerepel itt ez a jel. Ugyanis olyan javaslatok érik el az egyetemet több forrásból, például a Makronóm Intézetből, hogy a 15-29 éves korosztályt vissza kell vezetni a munkavilágába. És ez igazából explicite, itt nappali tanulmányok vannak megfogalmazva, de implicite, ez teljesen megfelel az esti, illetve levelező tanulmányoknak. Kérdés, hogy emellett hogyan lehet ma sikeresen fenntartani a minőségi oktatást. Nyilván adott határok között ezt meg lehet tenni, azonban amikor a felsőoktatási törvény módosító javaslata szerint a doktoranduszok fél éves tanóra szám az maximum 40 óra lehet fél évente, akkor az nagyon erősen megkérdőjelezi, hogy vajon ki fogja ezt a tudásvagyont megtermelni. Azaz az egyetemet valahogy pozícionálni kell itt a kihívások hálójában. Két kihívás között törlődik az egyetem, ugye egyrészt vannak a rövidtávú kihívások, minél több munkaerő, minél nagyobb kibocsátása a munkaerőpiacra. A másik oldalon pedig ott vannak a hosszú távú kihívások, minőségi oktatás a kutató, illetve fejlesztő mérnököknek, és olyan KFI eredmények létrehozása, amely a legnagyobb hozzáértéket adja ebben az úgynevezett mosolygörbében. A mosolygörbe az itt látható, a nagy hozzáadott érték az alap és alkalmazott kutatásnál, illetve a tervezésnél van. És abban az esetben, hogyha az egyetemi küldetés a kiválóság, akkor ezen a szakaszán vagyunk a mosolygörbének, míg ha az egyetemi küldetése a kibocsátás maximalizálása, akkor pedig ide kerülünk le a mosolygörbe szempontjából. És nyilván az elemi optimalizáció elmélet, hogy ilyenkor a létszámot a hozzáadott értékkel súlyozva kell maximalizálni. És ha ezt tesszük, akkor kiderül valóban, hogy a műegyetem kiválóság az a tudás alapú gazdasághoz járul hozzá, és a küldetésünk a nemzet társadalmi és gazdasági igényeinek a kiszolgálása immáron 241 éve. Ez persze egy pátoszba mártott mondat, éppen ezért egy független entitással szerettem volna validálni, ami manapság nagyon divatossá vált. Megkérdeztem a ChatGPT-t, ami egy ilyen omnipotens szerepben tetszelek, hogy erről mit gondol. Ugye prompt engineering az a szakma, ami alapján a lehető leghatékonyabban lehet információt kinyerni a ChatGPT-ből, illetve azért történik mindez angol nyelven, mert sokkal nagyobb nyelvi korpuszon tanult angol nyelven, mint magyarul, tehát elvileg sokkal okosabb angolul. És ezért megkérdeztem tőle, hogy which one is the best technical university in Hungary? Egy kicsit ráutaló kérdés valóban. Akkor egy pár másodperc múlva ő kidobta a választ, először jött természetesen ez a modoroskodó blabla, hogy a legjobb az nyilván egy szubjektív kategória, de mindez csak az, hogy még tárgyilagosabbnak tűnjön a válasza. De aztán előjött a farbával, hogy a Budapest Technical University az a legjobb ebben a régióban, de utána megemlítette például a Debreceni Egyetemet is. Ezért aztán szót követett köztünk, és a végén megérkeztünk arra a definícióra, amit a ChatGPT deklarált a műegyetemről, hogy a BME-nek a küldetése az igazából a minőség körül forog, oktatásban, kutatásban, illetve innovációban. És ennek a megállapításnak két konklúziója van. Egyrészt, aki a ChatGPT-vel társalog rólunk, az ezt fogja olvasni, hogy ezt csináljuk immáron 241 éve. A másik pedig az, hogy a ChatGPT az egy kiváló eszköz az önbizonyításra, de kit érdekel, hogyha ez az egyetem nagyszerűségét szolgálja. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen, rektor helyettes úr!
Ki tudja, lehet, hogy egy pár év múlva már én is csak ide ki leszek vetítve, és majd a ChatGPT mondja, amit mondani kell. Ahogyan azt már a nap elején említettem, a BME fiek jelentős átalakuláson ment keresztül az elmúlt évben, és erről fog nekünk mesélni a következőkben Jó Attila, a szervezet igazgatója. Köszönöm szépen a lehetőséget, és üdvözlök mindenkit. János után nehéz megszólalni egy ilyen kiváló előadással, és zárt a ChatGPT-vel a mondandóját, de valóban szeretnénk bemutatni azt a változást, amin az elmúlt időszakban a fiek szervezete átment. Ugye amennyire bele ismert a fiek, kötőszó, illetve rövidítés, az alapvetően a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ néven jött létre, és ezt akarja. Az idén szenátusi határozat és az egyetem szervezeti átalakítása révén egy új néven, ami megtartotta ezt a márkanévként használható fiek rövidítést, Felsőoktatási Innováció Menedzsment és Együttműködési Központ néven folytatjuk a munkánkat. Ez azért fontos és azért kiemelendő ez a fajta innovációs tevékenység, mert ahogy valóban az előttünk szóló rektorhelyettes úrban, illetve a két köszöntőben, rektor és kancellár úrtól elhangzott, mi egy innovációs ökoszisztémát próbálunk építeni itt a Műszaki Egyetemen. És ugye az ökoszisztéma szóba a mi fejünkben egy olyan virágzó flóra és fauna van, amellyel megpróbáltuk bemutatni, hogy milyen a szervezetünk. Aki látta már az előző év innovációs napi előadást, az láthatta a 2022-es fiek fát, ami megpróbáljuk ilyen fa struktúrában ábrázolni a szervezetünket. Ez egy valóban egy összetett ökoszisztéma, mert egyrészt arra kiválóságra támaszkodik, amit itt rektor úrtól is hallottunk, hogy a műegyetem kutatási potenciálja milyen kiterjedt, és nemzetközi rangsorokban is milyen kimagasló eredményeket nyújt. Ugyanakkor nyilván vannak olyan egyéb tényezők, amelyek éltetik ezt a fát, ehhez hozzátartozik az a napsütés, illetve azok a források, amelyek finanszírozzák alapesetben a fiek működését, és nyilván néha esik is az eső, amely egyrészt táptalajt nyújt, de meg kell oldanunk azokat a problémákat, amelyek előttünk állnak. Ebben a rendszerben történt most egy változás, és ezt mutatja az ábra jobboldali része, megpróbáltuk nem nagyon változtatni rajta, illetve a koncepción, de megpróbálnék ezen végigmenni a főbb irányainkon, és utána majd a napközbeni délutáni előadásokon részletesen ki lesznek fejtve az egyes részei. Ugye alapvetően, ahogy említettem, a műegyetem tudás vagyonára épít a fiek szervezete. A fiek szervezet része a most átalakulás után 4 osztály lesz majd, ez lesz majd a fának a lombkoronája, és vannak olyan alaptevékenységek, amit a fiek főszervezetében végzünk. Ilyen lesz majd a kompetencia vásár, illetve kompetencia térkép, és ugye az egész innovációs tevékenység abba az irányba mutat, és azzal a céllal dolgozunk itt, hogy leszakítsuk azokat a gyümölcsöket erről a fáról, amely együttműködéseket, pályázati bevételeket, árbevételeket, hasznosulásokat, hasznosításokat jelentenek. A fiek alapvetően egy átfogó szervezeti egység, amely a karokon átívelő tevékenységeket fogja össze. Ennek most az egyik új eleme egy informatikai fejlesztési osztály, amelyben megpróbáljuk segíteni azt a fajta adminisztratív tevékenységet, ami egyrészt a pályázati menedzsmentet is jellemzi, amelyek egy kiemelt fő tevékenysége a fieknek, de van egyéb belső képzési kompetenciák is, amelye a vállalatépszerű működés, hatékonyabb működéshez tartozó fejlesztéseket fogja össze. A BME fiek struktúrának a legnagyobb újdonsága a többi hazai felsőoktatási intézményhez képest és velük összehasonlítva,
hogy ebben az innovációs ökoszisztémába beletartoznak a pályázatok is. A jelen szervezeti struktúrában ez egy önálló pályázatkezelési osztályt jelent, amelynek alapvetően két fő tevékenysége van. Van egy olyan karokon átívelő pályázatmenedzsment tevékenység, amely kifejezetten összegyetemi szintű pályázatok menedzsmentjét végzi. Ebbe beleértünk a már említett és a FIEK szervezetet létrehozó FIEK pályázatot is, annak folytatásának tekinthető kompetenciaközpontot, de nemzeti laboratórium pályázatokat is. Ehhez tartoznak hozzá ugye a kiválósági programok, UNKP, TKP, amelyek szintén szerepeltek rektorhelyettes úr előadásába, és kiemelten fontos az a fajta Európai Uniós pályázati tevékenység, amelyben megpróbáljuk aktívan elősegíteni a kutatóink pályázását Horizon programokban, és ennek szemmel láthatóan jó eredményei vannak, ugye köszönhetően annak a tevékenységnek, amiről szintén lesz ma szó nem sokára az egyik következő előadásban, és az IRC nyerteseink közül az egyik szintén be fog mutatkozni. Úgyhogy alapvető célunk, hogy az összegyetemi szintű pályázatokat a kutatók számára megfelelő szolgáltatásként nyújtsuk, és ők tudjanak koncentrálni azokra a tudományos tevékenységekre, amelyek az előbb látott indikátorokat, publikációkat és újabb pályázatokat indukálják majd. A másik osztályunk, ez az ipari együttműködési laborok osztálya, a laboratóriumok osztálya. Ugye ez tartalmazza azokat a szervezeteket, amelyek még a FIEK pályázat keretében jöttek létre. Vannak ilyen hajtáslabor, MVM labor, gyógyszer laboratóriumok, amelyek alapvetően az iparral közösen jöttek létre, elsőbségi használatot biztosítanak azon cégek számára, amelyekkel együttműködtünk, de természetesen lehetőséget nyújt arra, hogy az egyetem kiterjessze a kompetenciáit, és újabb fajta laboratóriumi kutatásokkal egészítse ki azt. Ehhez tartoznak egyébként a kompetencia központ pályázatunknak a laboratóriuma is, ott is van néhány olyan labor, környezet, például a hajtáslabor, amely kifejezetten pályázati támogatásból jött létre, és az ipari együttműködéseket szolgálják majd. Az innovációs nap délutáni részében lesz a kompetencia központról egy panel beszélgetés, illetve kerekasztal beszélgetés, ahol ezt összefoglaljuk, az itt zajló tevékenységet. És a végére hagytam a legfontosabbat, amely azt gondolom, hogy a FIEK létrejöttének a legfontosabb mozgatórugója volt, ez az innováció menedzsment tevékenység. Ugye sokféle néven létezik, lehet technológiatranszfer folyamatoknak is hívni, ez volt az alap felállás és az alap cél, azt a tudásvagyont, ami az oktató-kutatóknál rendelkezésre áll, ezt hogyan lehet az ipar számára átadni, hasznosítani. Úgyhogy ebben az ökoszisztémában az alap mozgató rugó, ez az üzleti hasznosítás. Ettől az évtől újfajta struktúrában, egyesítve a korábbi Bridge iparjogvédelmi iroda, csak szellemi tulajdonkezeléssel foglalkozó részét és a spin-offok, tehát az oktatók-kutatók eredményein alapuló, már szabadalmaztatott eredményeket hasznosító irodát összevontuk a kifejezetten mondjuk hallgatói ötleteken alapuló startup támogató üzletfejlesztő tevékenységgel, hiszen alapvetően az üzletfejlesztésben nincs különbség, hogy ez az ötlet honnan jön. Mi egészen az ötlet fázistól már egy jóval magasabb térrel szintig megálmodott kutatók által akár már szabadalmaztatott ötletet is üzletfejlesztünk, és ennek az új szervezeti formája, ez a BME AS, amely a University Spin-off Startup Stúdióra utal. Ugye van egy ilyen mérnöki jelölés
rendszer, amiben egyrészt jól mutat, és talán a műegyetem gyökereit szintén jól mutatja, de alapvetően egy újfajta stúdió modell-szerű működést akar, amely azt jelenti, hogy alapvetően szeretnénk nyitni ezt a fajta üzletfejlesztési tevékenységet, nem csak BME-s ötletekre, hanem olyan ötletekre, amelyek az egyetemen kívül születnek, viszont hiányzik belőlük bizonyos technológiai kompetencia. Hiszen itt a BME nagy családjában rendelkezésre áll a már bemutatott 8 kar különböző technológiai tudása, és általában ezeknek a startup ötleteknek, csapatoknak szükségük van ilyenfajta kompetenciákra is. Tehát mi készen állunk arra, hogy ezt újfajta üzleti modellben végezzük, és idén tavasszal el is indult megfelelően az újfajta üzleti programunk, ez a Business Express program, amelyben rekordszámú jelentkező volt. 60%-uk egyébként egyetemen kívülről jött, tehát azt gondolom, hogy jól sikerült az a fajta nyitás, hogy próbáljuk az egyetemre vonzani azokat a technológiai ötleteket, amelyekhez üzletfejlesztés is és technológia is szükséges. Úgyhogy a BMS tekintetében összehangoltuk ezt a tevékenységet, és további programokat tervezünk. Ezt a fajta ökoszisztémát, amely valóban egy kicsit lokális, mert a műegyetem gyökerein alapul, műegyetemi technológiákon, tudásvagyonon alapszik, ezt mi szeretnénk még tovább terjeszteni, és igen, jó előkészítési fázisban van nagyvállalati innovációs ökoszisztéma. Ugye ismerjük azt, hogy nagyvállalatoknak is lehetnek saját inkubációs irodájuk, üzletfejlesztési programjaik, amelyek kifejezetten a nagyvállalati környezetre igazodnak. Egy ilyen FIEC szintű innovációs ökoszisztéma pedig a felsőoktatásból indul ki, és a felsőoktatási ötleteken alapszik. Mi szeretnénk megteremteni ennek a szinergiáját, úgyhogy reméljük az ősz folyamán be tudjuk majd jelenteni, hogy egy újfajta nagyvállalattal közös innovációs ökoszisztémát hozunk létre, amelyhez szeretnénk, hogyha más nagyvállalatok is csatlakoznának majd. A 4 osztály, illetve 4 terület bemutatása után, arra mennyire vizuálisan így néz ki a lombkoronája a FIEC-fának, ezen megjelennek az egyes osztályok, és azok a startup spin-offok is, amelyek közül az első 2 most alakult meg, de valóban, ahogy kancellár úr mondta, már csőben van a következő spin-off cégalapítás is. Mi is szeretnénk, ha a saját licenszeinket, azokat a szabadalmakat, amelyek az egyetemen jönnek létre, mondjuk ilyen 75 millió dollárért vásárolnák meg. Jelenleg még nem tartunk itt, de az eredmények közé tartozik az is, hogy az első hasznosítási bevételek a 2-3-4 évvel ezelőtti szabadalmakból most érnek be a műegyetemen. Ugye ismerni kell ehhez majd a szabadalmaztatásnak a menetét, folyamatát, de majd erről is lesz egy előadásunk a nap folyamán. A FIEC főtevékenységei közé, ahogy említettem, hozzátartozik a kompetencia térkép, illetve az egyetemi kompetenciáknak az összegyűjtése. Erről is volt már szó rektorhelyettes úr részéről, illetve lesz egy újabb előadás, ahol részletesen be fogjuk mutatni. Ennek talán nem lövöm le a poén, de lesz új eleme, és még tovább próbáljuk bővíteni ezt a fajta adatbázist, ami elérhetővé teszi a kutatóinkat, az ipari partnerek, pályázni kívánó egyetemek, hazai és európai szinten dolgozó egyetemek számára is. Úgyhogy erről fog szólni majd egy következő előadásunk. És az egész az innovációs ökoszisztémának az alapja, illetve a célja az, hogy ezeket a bizonyos hasznosításokat, ezeket megpróbáljuk ösztönözni. Ebbe beletartoznak az ipari együttműködések, laborok
innovációban való részvétel közös pályázatok, pályázati bevételek, amelyek jelenthetnek iparral együtt történő konzorciumi szintű pályázatokat, de akár lokális innovációs pályázatokat is. És az itt született tudásvagyonból pedig megfelelő hasznosítási megoldásokkal árbevételeket és hasznosítást hajtsunk végre, amelyet ugye visszaforgatunk majd az egyetem alaptevékenységébe, oktatás, kutatásba, illetve a FIEK működésébe. Úgyhogy ezek azok a gyümölcsök, amelyeket szeretnénk leszüretelni majd, de ezek a gyümölcsök nem lennének elérhetőek, ha az egész szervezet mögött nem lenne egy csapat, és ezzel a képpel szeretném megköszönni az egész csapatnak a munkáját. A Műegyetemen egy elég széles csapat dolgozik, már majdnem 50 fővel az pályázat menedzsment oldalon, az ipari együttműködési laborokon, informatikai fejlesztésen, illetve a BME ÁSZ-ban, az üzletfejlesztési tevékenységben. Úgyhogy köszönöm nekik ezt a munkát és a lehetőséget, hogy egy ilyen környezetben dolgozhatunk. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönjük szépen, igazgató úr! A következő előadónk Schenk Borbála, vezető európai pályázati szakértő, aki a már említett kompetencia térképről is ennek új funkcióiról fog előadást tartani. Fogadják szeretettel! Köszönöm szépen a lehetőséget! Szeretettel köszöntök mindenkit! Én Schenk Borbála vagyok, és amellett, hogy az európai pályázatokkal, elsősorban a Horizon Europe pályázatokkal foglalkozom, amellett a műegyetemi kompetencia térkép, a Competence Map szerkesztője is vagyok. Az előadók általában nem szokták szeretni, hogyha a nézőközönség a telefonját nyomkodja, vagy a laptopján matat, miközben ők előadnak. Én most kifejezetten kérném ezt önöktől, tőletek. Ugyanis az, amit én most meg fogok nektek mutatni, elnézést nektek, önöknek mutatni ebben a rövid prezentációban, az már elérhető a BME kompetencia térképén, méghozzá annyira frissen, hogy a legutóbbi fejlesztéseket ma reggel fejeztük be, hogy mindenképpen meg tudjuk ezen a napon mutatni önöknek. Tehát competence.bme.hu oldalon, telefonon is, illetve számítógépen is elérhető és szépen optimalizált az oldal. Ugye ez a kompetencia térkép nagyon fontos eszköz arra, hogy a kutatóink láthatóak legyenek. Rektor úr említette a Horizon Europe eredményeinket, és ehhez én annyit tennék nagyon röviden hozzá, hogy akkor tudunk a legsikeresebbek lenni a Horizon Europe keretprogramban, hogyha láthatóak vagyunk. Az elmúlt két évnek az egyik legnagyobb eredménye az, hogy olyan kutatók is pályáznak Horizon Europe keretprogramba, olyan kutatócsoportok kapcsolódnak be, akik az előző keretprogramban nem vettek még részt, jelentősen sikerült kiszélesíteni ezt a típusú részvételt, megerősíteni a jókat, és bevonni azokat, akik eddig még nem vettek részt, és ennek a bevonásnak, bevonódásnak egy nagyon fontos eleme a láthatóság, a nemzetközi láthatóság. És éppen ezért ezt a kompetencia térképet tavaly májusban úgy indítottuk el, hogy ez ne csak egy online elérhető adatbázis legyen, hanem egy érdekes, szép, dizájnos, a bevonódást segítő platform. Látják, már rögtön a fejlécet úgy alakítottuk ki, hogy mutassuk, hogy itt jó a hangulat, folyik a kutatás, remek kutatóink és infrastruktúráink vannak. És ma egy picikét rektorhelyettesről is reflektálom, már 152 kutatócsoport és 443 kutatói profil érhető el a kompetencia térképen, plusz még 10 laboratóriumi profilunk is megvan már.
A kompetencia térképnek én úgy vélem, és engedjék meg ebből a szempontból, hogy kicsit szubjektív legyek, remélem, hogy egyet fognak velem érteni az előadásom végére, hogy számos különlegessége van. Eleve az a különlegessége, hogy létezik, tehát a magyar egyetemek között én azt gondolom, hogy egy ilyen típusú, ennyire gazdag tartalmú kompetencia térképpel mindenképpen úttörők vagyunk, ezt abból is látom, hogy nagyon sokan keresnek minket, hogy csináljuk, és segítsünk nekik megmutatni. Nagyon különleges az is, hogy hány profil van fenn, hány kutatónk van fenn, hány kutatócsoportunk. Nagyon fontos az is, hogy úgy alakítottuk ki ezt a kompetencia térképet, hogy nem csak kompetenciát adunk, hanem ajánlatot is. Ugye, hogy az ipari partnerek igényére minél jobban reflektáljunk, ezt majd mindjárt részletesen is meg fogom mutatni, mit jelent. Nagyon fontos az, hogy a pályázati partnerkereséshez kifejezett támogatást ad a kompetencia térkép, és szintén nagyon fontosnak tartom azt, hogy sokféle oldalról mutatjuk be a tudást, a kompetenciákat, erre is mindjárt fog példát mutatni. És ami nagyon fontos, hiába lenne egy jó kis kompetencia térképünk, hogyha ez nem lenne folyamatosan menedzselve, promotálva, fejlesztve, mind egyetemen belül, mind egyetemen kívül. Tehát nagyon fontos az, hogy ennek a platformnak az ilyen irányú reklámozása, és jó értelembe vegyék, kérem ezt a reklámozás szót is, megtörténjen. Ugye a kompetencia térképen, hogyha megnézik, ugye már a fő oldalon, ugye a felső menüben, a banner fölött, ugye a fejléc fölött különböző almenüket látnak, kutatócsoportok, kutatók, laboratóriumok, felhívások, ezek találhatóak most rögtön a kezdőlapon. Amit én most gyorsan szeretnék mutatni, ez egy kutatócsoport profiloldal, természetesen most nem real-time-ban, hanem kivettem néhány screenshotot. Az nagyon fontos a kutatócsoporti profiloldalainkkal kapcsolatban, hogy mi azt szeretnénk, hogy a kutatóknak tetszen ez az oldal. Tehát ne egy ilyen adminisztratív teher legyen, hogy ők erre az oldalra regisztrálnak, hanem szeressék ezt az oldalt, olyan dizájnt, olyan lehetőségeket nyújtsunk nekik, amik adott esetben mondjuk egy tanszéki honlap nem képes, de például ők ugyanígy ezeket az információkat átlinkelhetik a tanszéki honlapra, a kari honlapra, illetve természetesen lehetőség van arra, hogy ide-oda átjárható legyen ez a két oldal. Ugye nagyon fontos, hogy megmutatjuk a kutatók arcát, személyeket teszünk a kutatási kompetenciák mögé, egy bemutató szöveget adunk a kutatócsoportokról. Itt lehet látni a különböző kategóriákat, nagyon legfőbb elért eredmények, achievements, publications, patents, journals, infrastructures, és így tovább. Tehát nagyon sok olyan fület tettünk fel a kompetencia térkép profiloldalra, ami a kutatóinknak a kompetenciát különböző szempontból és eredményét megmutatja. De természetesen addig ugye el kell jutni, hogy az érdeklődő elkezdjen kattintgatni ezen a kutatócsoporti profiloldalon. Tehát nagyon fontos volt számunkra az, hogy azokat az információkat, amik a legfontosabbak a pályázati partnerkeresés szempontjából, azt egy ilyen új tulajdonságként kiemeljük. Tehát a kutatócsoportjainknak az expertise offerei, ezek olyan flyerek, amiket egy-egy Horizon Europe felhívásra készítenek, és jelzik azt, hogy az adott felhívásra ők milyen kompetenciával tudnak bekapcsolódni. Ezek most már elérhetőek egy ilyen szép, dizájnos módon a kutatócsoporti profiloldalról, és ezzel együtt lehetőséget adunk arra is, hogy azonnal, mondjuk egy EduID-s belépéssel fel lehessen venni a kutatócsoportokkal a kapcsolatot. A kutatócsoporti profiloldalak közvetlenül, ugye látják itt a kutatói képeket, közvetlenül átlinkelnek, átkattinthatóak a kutatói profiloldalra. Tehát nagyon fontos az, hogy akkor tudunk egy kutatót megjeleníteni a kutatócsoporti oldalon, hogyha neki van már egy kutatói profiloldala, és így szépen ide-oda lehet a kutató és a kutatócsoporti profiloldal között menni és olvasgatni. Ugye itt látszik ez a piros nyíl, és itt is az a célunk, hogy a kutatók számára egy olyan online
kis mini profiloldalt készítsünk, amit ők szeretnek, fontosnak találnak. Lehetőséget fogunk adni arra is, hogy személyesen, egy kis személyes bemutatkozást fűzzenek hozzá, képeket, videókat, tehát saját magukról, amiket ők szeretnének megjeleníteni, azt megtegyék. Nagyon fontos az, hogy mind a kutatói, mind a kutatócsoporti profiloldalakon ugye látnak kutatási kulcsszavakat, látnak Horizon Europe kulcsszavakat. Ezek mind olyan kulcsszavak, amik később a keresés során segítséget adnak a partnerkeresőknek, felhasználóknak, és a kutatók számára is egy támpontot adnak, hogyha adott esetben ők saját maguk keresnek az egyetemen belül belső kompetenciát. Teljesen új megoldásunk a laboratóriumok és az infrastruktúrák megjelenítése a kompetencia térképen, hogy most már, ha megnézik telefonon vagy számítógépen, akkor 10 labor profil már elérhető. És ugye a laboratóriumok és infrastruktúrák kapcsán azt tartottuk nagyon fontosnak, hogy nagyon sokféleképpen lehet egy laborinfrastruktúrát egy honlapon feltüntetni. Mi azt tartottuk fontosnak, hogy a lehetséges felhasználók és partnerek felé mi az az információ, amire ők kíváncsiak lehetnek. A felszerelés és az eszközpark, képek, videókat be lehet tenni, szöveges tartalmakat, milyen kísérletek végezhetők rajta, mire lehet használni azt az infrastruktúrát, mi lehet annak adott esetben mondjuk egy technológiai, társadalmi hasznosítása, milyen eredményeket értek már a kutatók annak az infrastruktúrának a használatával, és természetesen lehetőséget adunk arra is, hogy a referenciákról, a laborhoz kapcsolódó publikációkról ők ezen az oldalon is számot adjanak. Említettem, hogy a kompetencia térkép egyik legfontosabb szerepe a Horizon Europe partnerkeresésnek a segítése, és itt e tekintetben is új lehetőségeket építettünk most be a kompetencia térképbe. Tehát lehetőséget adunk egyrészt arra, amint említettem, itt látnak is egy ilyen expertise offert, amire az előbb a kutatócsoporti oldalon utaltam. Ezek az expertise offerek egy-egy felhívásra szólóan egy kutatócsoport kompetenciáját mutatják be, de ami ehhez kapcsolódóan egy külön érdekesség és pozitívum, hogy most már felhívások szerint is kereshetőek ezek az expertise offerek. Tehát, hogyha valaki a kompetencia térképre felmegy, és azt mondja, hogy ő ebben és ebben az önvezető autókhoz kapcsolódó horizonról felhívásban keres érdeklődő partnert az egyetemről, akkor ezt megteheti úgy, hogy ez a keresőszó a kompetencia térkép kezdőoldalán ki fogja listázni az összes olyan kutatócsoportot, akinek ilyen típusú ambíciója van. Ha már a keresésről beszélünk, ugye hogyan tegyük a keresést felhasználó baráttá? Itt lehet egy picikét ilyen, mondjuk úgy, hogy hammering the message megközelítés, de nekem az a tapasztalatom, hogy ebből soha nem lehet elég. Úgyhogy a kereső funkciót úgy alakítottuk ki, hogy nem csak a lehetséges keresési mezőket látja az, aki az oldalra téved, hanem felhívjuk keringőre. I am looking for partners ezen a területen. Szeretnék partnert keresni erre a felhívásra. Ilyen és ilyen laboratórium infrastruktúrát keresek. Tehát én azt gondolom, hogy egy picit ilyen emberi tényező, vagy az emberi faktort beletesszük, és ilyen szempontból is megszólítjuk a lehetséges keresőket, akkor talán nagyobb kedvel fognak böngészgetni ezen az oldalon. Matchmaking funkció, ez olyan szinten új dolog, hogy ezen mi is rengeteget gondolkoztunk, mert sehol nem láttunk még ilyet, sem magyar, sem nyugat-európai példákban. Ugye ennek az a lényege, hogy mind a kutatók, ha egyetemen belül keresnek valamilyen kompetenciát, mind pedig a külső látogatóknak lehetősége legyen arra, hogy ne kelljen mindenkinek külön e-mailt irogatni, akit éppen mondjuk megfelelő és érdekes partnernek talál, hanem legyen egy olyan lehetőség, hogy például, hogyha ő egy adott felhívásra látja, hogy melyik kutatócsoport érdeklődik, akkor egy Eduard is bejelentkezéssel, tehát nyilvánvalóan itt azért limitáljuk a felhasználók körét, azonnal minden érdeklődnek tudjon egy üzenetet küldeni, hogy itt vagyok, partnert keresek, ki az, akit esetleg érdekel. És ugye ezzel is arra szeretnénk támogatni a keresőket, a felhasználókat, hogy minél könnyebben elérjék a mi kutatócsoportjainkat. A kompetencia térképnek van
Sok pozitív hatása van, de van egy nagyon pozitív mellékhatás, amivel nem számoltunk előre, viszont nagyon örülünk neki. Ez pedig az, hogy a kompetencia tér, ahogy megjelent a kompetencia térkép és elérhetővé vált, úgy elkezdtük így szépen lassan megszervezni ezeket az egyetemen, összehozni az egyetemen belüli kompetenciákat is. Tehát ugye van 32 Horizon Europe kulcsszavunk, és azt láttuk, hogy a kutatók is sokkal könnyebben keresik a másik karról az adott területen dolgozókat, meg vannak lepődve sokan, hogy úristen, ennyi mindenki foglalkozik ezzel a témával, ilyen érdekes aspektusokból, és ezen felbátorodva elkezdtünk szervezni ilyen egyetemi belső matchmaking rendezvényeket. Eddig 4 ilyen volt, 4 különböző témában, és erre ez például az akkumulátor technológia témában szervezett workshop, és erre ugye remek lehetőséget adott az, hogy az akkumulátor technológia kulcsszóval mi kilistáztuk az összes kutatócsoportot a kompetencia térképen, megszerveztünk egy rendezvényt, ahol mindenki szépen elmondta azt, hogy mi az, amivel foglalkozik, és már ott egy nagyon érdekes, izgalmas szakmai beszélgetés alakult ki, ami később mehet tovább különböző együttműködésekben. És hogy még egy újdonságot említsek, aztán ez, itt majd be is fogom zárni a sok új feature-nek az ismertetését, de ez megint egy olyan tulajdonság, egy olyan új lehetőség, amit a tapasztalataink szerint a kutatók szeretnek, akikkel eddig kipróbáltuk, csináltuk ilyen próba flyereket, ők nagyon pozitívan fogadták. Tehát a lényeg az, hogy meg tudjuk mutatni kutatócsoportonként egy-egy témára vonatkozóan, hogy ki mit csinál például health technology területen, például battery technology területen. És ezek a competence flyerek, ugye itt is azt szerettük volna, hogy valami személyes legyen benne, valami kis sztori legyen benne, kép legyen, egy kis bemutatás a kutatócsoportról, nem egy hivatalos szöveg, hanem ahogy ők gondolnak a saját kutatásukra és eredményeikre. És ezeket a competence flyereket, ezeket a kutatócsoporti profiloldalakon meg fogjuk majd jeleníteni. Most már van erre lehetőség. Egyúttal lehetőséget ad az egyetem részére is arra, hogy mondjuk health technology témakörben össze tudjon állítani egy olyan slideshort, ami az adott témakörben a minden kutatócsoport kompetenciáját fókuszáltan, érdekesen, informatívan mutassa, adott esetben mondjuk egy nyomtatott brosúránál picit flexibilisebben, rugalmasabban, de mégis szépen és átláthatóan megtegye. Ugye nagyon sokat számít a kompetencia térkép szempontjából, hogy visszük a hírét, aktívan promotáljuk. Ilyenkor mindig megugrik egyébként a látogatottság utána, hogyha van valami esemény. Itt összettem pár példát, de ennél jóval több volt, amikor magyar és külföldi rendezvényeken a kompetencia térképről beszéltünk, és azt tapasztaltuk, hogy ez érdekes téma, cikkek jelentek meg róla, kérdéseket intéztek utána hozzám a résztvevők, és ez nemzetközi és magyar szinten is mindenkit nagyon érdekelt, hogy mi ezt hogy csináltuk meg. És a végére, utolsó előtti diám, a statisztikákkal kapcsolatban, ugye azt vettem észre, hogy átlagban mondhatjuk, hogy napi olyan 40-45 látogatónk van átlagban. Természetesen ugye ebben benne vannak a hétvégén viszonylag kevesen nézik a kompetencia térképet, hétközben gyakrabban, pláne hogyha valamilyen előadás vagy valamilyen kampány csinálunk. Én ezt egyáltalán nem tartom rossznak, ez egy éve indult honlap, tehát ahhoz képest pláne nagyon jó. És ugye a nemzetközi lefedettségen folyamatosan javítunk, LinkedIn-en, rendezvényekkel és más promócióval, de alapvetően azt látom, hogy szépen jönnek fel, nem csak a legtöbb látogatónk Magyarországról van még, de szépen jönnek fel a nemzetközi látogatók is. És egy ilyen takeaway message-ként, ugye kancellár úr mondta, hogy ha csak egy dologra emlékeznek az ő előadásából, én azt szeretném, hogy ebből az előadásból 5 bullet pointra emlékezzen mindenki, hogyha lehetséges. Tehát, hogy ugye ez egy különleges platform, egy informatív, érdekes, multiplikátor szerepű, kapcsolatépítő platform, nem csak egy adatbázis, ami az egyetemi kompetenciákat felsorolja. Nagyon fontos az, hogy létezik, hogy ilyen sok profilunk van fent, ajánlatot is fogalmazunk meg, nem csak kompetenciát,
Támogatást adunk a partnerkereséshez, és a kutatók és a kutatócsoportok tudását sokféle oldalról mutatjuk meg, és folyamatosan fejlesztjük, promotáljuk ezt a kompetencia térképet. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen Sánk Borbálának az előadást, és nem csak az előadást, egy kicsit hadd kérjem meg, hogy jöjjön még vissza, és át is adom a szót Jó Attilának. Üdvözlök mindenkit, köszönjük az előadást, és ugye nem tudom, hogy elárulhatjuk a titkot. Azt hiszem, hogy Sánk Bori hétfőtől az NKFIH nemzetközi főosztályát fogja vezetni, úgyhogy szeretnénk megköszönni. Szeretném megköszönni azt a 2 éves munkát, amivel segítette a BME nemzetközi láthatóságát, hogy engedelmeddel átadnék egy kis oklevelet a fiakrészről, hogy mindig emlékezz az NKFIH-ban, hogy hogyan működtünk együtt és a továbbba is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig megyünk is tovább. Kérem a színpadra Nagy Pétert, a BME fizikai, kémiai és anyagtudományi tanszék kutatóját, hogy tartsa meg az előadását. Nem meglepő módon a Horizon ERC grantről lesz szó. Köszönöm szépen a megtisztelő felkérést és meghívást. Az volt itt hozzám a kérés, hogy röviden mutassam be azt a kutatási projektet, amivel sikerült a European Research Council-nak a kezdő kutatói kategóriájában elnyerni egy díjat. Úgyhogy erről szeretnék röviden beszélni. Nagy Péter vagyok, mi a fizikai, kémiai és anyagtudományi tanszékén a BME-nek dolgozunk azon, hogy kvantumkémiai eszközökkel olyan számításos, szimulációs eszközöket fejlesztünk, amivel aztán atomi szinten lehet kémiai vagy molekuláris folyamatokat megérteni, és ebből lehet aztán tovább lépni kísérletek értelmezésére, vagy akár új molekulák és anyagoknak a racionális tervezésére. Vannak fizikai elveink, mondjuk a kvantummechanikából, vagy elektromágnességből, statisztikus fizikából, ebből egy számítógépes szoftver segítségével létrehozzuk ezt a molekuláris virtuális valóságot. Ezt manapság már elég könnyen analógiákkal szemléltetni, ugye mindenki látott már olyan mozifilmet, ahol minden képkocka valamilyen számítógépes grafikát tartalmaz, vagy most már egyre valószínűbb, hogy közeljövőben olyan kütyükkel fogunk a virtuális valóságban kommunikálni, amik egyre gyakrabban elterjednek. Hát mi pedig egy virtuális laboratóriumban megyünk be kémiai kísérleteket végezni. Itt az lenne a cél, hogyha ennek a szimulációnak elég jó felbontása, vagy elég valósághű, akkor lehet értelmezni a kísérleteket, lehet aztán úgy belenyúlni például a molekulák tervezésébe, hogy kívánt tulajdonságú végeredményt kapjunk, tehát mondjuk nagyobb reaktivitást, vagy környezetbarátabb molekulákat, stb. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon szeretnénk felzárkózni a BME többi karához, ahol már régóta lehet ugye teljesen számítógéppel egy egész épületet, vagy járműveket, vagy akár elektronikai eszközöket megtervezni. Itt nálunk az a nagy nehézség, hogy annyira bonyolultak az egyenletek, amiket meg kell oldani, hogy ennek sokkal nagyobb a számításigénye, illetve az is egy nehézség, hogy nekünk 6-8 értékesét pontosan kell számolnunk ahhoz, hogy valósághű eredményeket lehessen kapni. De azért az a cél már egyre inkább közelít. Nagyon pici molekuláknál, mondjuk amik a légkörben vagy az űrben vannak, már nagyon jól tudjuk a kísérleti eredményeket reprodukálni, és egyre inkább terjed ez a hozzáállás a tudományos közösségben is. Gyakorlatilag ez a szimulációs megközelítés, ez a 10 legfontosabb tudományos eszköz egyike, még ha nem is sokan tudnak róla, de 10000-esével jelennek meg évente ilyen típusú publikációk. Úgyhogy erre nyilván az iparból is felfigyeltek, és hát főleg itt az utóbbi években sorra jelennek meg startupok is, illetve a legnagyobb informatikai, gyógyszer és elektronikai cégeknél is egyre inkább alakulnak ilyen modellező és fejlesztő részlegek. És hát nem telik el új szakmai konferencia, hogy ne lenne valamilyen ipari projekt benne. Úgyhogy ilyen szempontból talán ez egyre érdekesebb lesz.
Úgyhogy arról szeretnék röviden beszélni, hogy hogy épül föl egy ilyen virtuális laboratórium. Ugye a bal felső sorokban ugye valamilyen pontos fizikai modellből indulunk ki. Minél pontosabb, annál többet kell hozzá számítani, ezért be kell vonni informatikai eszközöket, hogy minél hatékonyabb programokat tudjunk ebből írni. Ennek vannak numerikus matematikából, vagy adattudományból jövő alkatrészei is. És amikor ezzel valamilyen szinten kész vagyunk, akkor ki lehet próbálni, hogy a virtuális kísérlet és a valós mérés között van-e összhang. És akkor ebben a ciklusban körözve lehet egyre pontosabb és gyorsabb modelleket fejleszteni. Úgyhogy az utóbbi 8 évben az én csoportom ezen dolgozott, és jelenleg itt világrekord szintű szimulációkat tudunk végezni, ami saját pontos szimulációs területen, ahol hát gyakorlatilag ilyen kis fehérje részletek szintjéig jutottunk el. Ezt érzékeltetni, hogy ez mekkora haladás volt, talán úgy lehet, hogy hagyományos eszközökkel a világ összes adathelye és az univerzum életkorához mérhető idő sem lett volna elég, hogy ezeket a számításokat elvégezzük. Tehát a fejlesztésnek nem csak az a mozgatója, hogy fejlődik alattunk az informatikai ipar, hanem a saját ötleteinkkel együtt lehet ilyen eredményeket elérni. És miután ennyire jól le tudjuk küzdeni azokat a nehézségeket, hogy a pontos számításoknak a hátránya, hogy sokáig tartanak, most már ugye egyre jobban ki tudjuk használni ezeknek az előnyeit, hogy rendkívül széles körben tudjuk ezeket alkalmazni, úgyhogy a közelmúltban, és majd a pályázat során is környezetbarát katalizátorok fejlesztésével, enzimreakciók megértésével szeretnénk foglalkozni fehérje, gyógyszer kölcsönhatásoknak az atomi szintű leírása van még terítéken, illetve valami olyan felületi folyamatok az alsó sarokban, amik valami kristályos anyag felületén történnek, amik például üzemanyag cella elektródoknak az atomi szintű leírásában fontosak. Egy nagyon rövid, konkrét példát szeretnék felvillantani, ahol az utóbbi területről van egy alkalmazás. Itt egy magnézium-oxid felületen van egy szén-monoxid molekula, ez ugye annyira nem tűnik még érdekesnek, de ezen a felület kémiai szakterületen ez egy állatorvosi ló, mindenféle probléma előjön a modellezés és a kísérleti szempontból is, amivel küzdködünk. Úgyhogy látszik is, hogy az időtengelyen a balsz és ábrán az utóbbi 3 évtizedben mindenki mindenféle adatot közölt ennek a kötődésnek az erősségére, össze-vissza szólnak ezek az eredmények, úgyhogy ez alapján kért fel engem egy Cambridge-i kutatócsoport, hogy akkor a módszeremmel próbáljam ezt helyretenni, és akkor sikerült itt a piros sávok közé szorítani a szimuláció pontosságát, ami tökéletesen visszaadja azt, ami a kísérletekből jön. Tehát látszanak már azok az első eredmények, hogy tényleg valósághű szimulációkat tudunk csinálni. Úgyhogy ezzel szeretném megköszönni a csapatnak a munkáját, mint egy teljesen BM-s fejlesztésű MLCC nevű szoftverben végezzük ezeket a szimulációkat. Ez a nagy csapatnak a közreműködésével, ami az én csoportom és a Kálai Mihály kutatócsoportja a tanszéken. És hát nagyon köszönjük tényleg a kollégáknak a segítséget, most, hogy így szeretnénk toborozni, egyre inkább felértékelődik, hogy mennyire nehéz tényleg szakképzett kutató kollégákat találni a csapatba. Elég sokszínűek vagyunk, vannak nálunk vegyészek, vegyészmérnökök, fizikusok, informatikus és villamosmérnök is, úgyhogy tényleg mindenkit szeretettel látunk, akit ez a fejlesztés vagy modellezési téma érdekelne. Köszönöm szépen a megtisztelő meghívást! Nagyon szépen köszönjük az előadást. Innováció a köbön, tulajdonképpen az egész napnak lehetne a mottója a következő előadás címe. Úgyhogy kérem Dudás Ágnest, a BME FIEC Innováció Management osztályának vezetőjét, a BME ASZ alapítóját, hogy tartsa meg előadását. Köszönöm szépen a lehetőséget, üdvözlök mindenkit. Egy rövid bemutatkozással kezdeném, mert sokkal még nem találkoztam. Lehet, hogy még nem kerestek meg minket szabadalmi vagy egyéb kérdésekben. A versenyszférából jöttem, elég sok időt eltöltöttem ott, és augusztus óta erősítem a BME-nek a csapatát. Iparjogvédelmi szakértői végzettségem van, szerzőjogi szakértő vagyok, és
szinte egyetem óta a szoftverek érdekelnek, úgyhogy a legfőbb érdeklődési körömet egyébként ez a terület fogja be. Voltam saját magam is startupper, volt két projektem is, mind a kettő elbukott, mind a kettőből nagyon sokat tanultam, illetve informatikai projektvezetőként is működtem. És az idézet, amit itt láthatnak, az egyik kedvenc idézetem, amikor kérdezik, hogy hogyan lehet összehangolni a jogot és a technológiát. Hát nagyjából így, hogyha a jog és a technológia találkozik, akkor a jog lesz majd az, ami változik. És ennek a változásnak a folyamatát éljük meg most is, és ez az, amit egyébként egyetemi szinten és jogászként is szeretném, hogyha a lehető leghatékonyabban le tudnánk követni. Hogy jön ide a köbre emelés? Ugye Attila már említette részben, hogy magából a szóképből keletkezik, de hogyha ennek a jogi részét és a hasznosítással kapcsolatos részét nézzük, akkor én ezt a három legfontosabb elemet emelném ki. Egyrészt nekünk van egy hasznosítás alapú szemléletünk. Azzal, hogy a versenypiacról hozott tudással kerültem ide, és azzal, hogy a kollégák is, akik most az üzletfejlesztési oldalon erősítik a csapatunkat, mi ugye mind abban vagyunk, hogy ezt az akadémiai tudást, ezt ténylegesen a piac számára értékelhetővé, láthatóvá, hasznosíthatóvá tegyük. És mi látjuk azokat az üzleti potenciálokat, amiket lehet, hogy a kutatók első körben nem vesznek észre. Mert az ő fókuszok annyira a kutatási eredményen, annyira azon a témán magán van, hogy ennek egyébként külső hasznosítását nem is biztos, hogy észlelik. Ha majd lapozgatják, vagy nézegetik a szellemi tulajdoni szabályzatot, ami most módosult, akkor láthatják benne, hogy megjelent egy új elem, ami azt hozza, hogy TRL 5-ös szint alatt lehet hozzánk bejelenteni kutatási eredményeket, illetve olyan projekteket, amikkel valaki foglalkozik. Ha valaki számára ez a TRL 5 nem mond semmit, akkor neki mondanám, hogy a technológiai szintek be vannak sorolva, és ahhoz képest, hogy milyen készültségi fázisban van valami, kezdve onnan, hogy egy ötlettől indul, egészen addig, hogy a piacon milliárdos termékként jelenik meg, be vannak sorolva ezek a szintek, és az 5-ös szint az, amikor már valamit laboratóriumi körülmények között meg lehet mutatni. Tehát van valami megfogható eredmény, amiben lehet, hogy korábban már évek kutatási munkája van benne. Tehát nagyon sokat dolgoztak a kutatók ezzel, mire az eljut abban addig a pontig, hogy hasznosíthatóvá válhat. És ezen a ponton, amikor ezt bejelentik hozzánk az Inventor portálon, és mi tudomást szerzünk arról, hogy van egy olyan találmány, van egy olyan mű, amivel lehetne foglalkozni, ami az egyetemi szellemi tulajdonnak a részét képezi, akkor elkezdünk beszélgetni a kutatóval, és elkezdjük őt ebben segíteni. Az egyik segítség, amit tudunk nyújtani, hogy intézünk egy piackutatást, aminek keretében ő is, és mi is racionálisabban látjuk azt, hogy ennek a terméknek milyen hasznosulási lehetőségei vannak. A másik pedig az üzletfejlesztés, amikor tudunk egy olyan csapatot verbúválni a kutató mellé, aki meg tudja őt segíteni, és olyan dolgokban tud számára segítséget nyújtani, ami miatt neki nem kell értékes kutatásra szánható időt vesztegetnie. Tehát például marketing tevékenység, pénzügyi előkészítői munkálatok, olyan kapcsolatfelvételek, amik elsőkörös megkereséseket jelentenek, és még nem konkrétan a kutatói tudás átadására van szükség, hanem sokkal inkább egy ilyen piacépítésre. A második pillér, amit megjelöltem, ez a gyakorlati jogi alapok. Hogyha megkerestek minket, vagy megkeresnek minket az egyetemről, akkor biztosan fogunk tudni pár dologban segíteni, ami lehet, hogy szintén előre mozdítja az ipari partnerekkel való együttműködést. Az egyik, hogy nagyon felkészült CSS kollégáink vannak, tehát ők remek tárgyalási rutinnal rendelkeznek, és ezt a rutin tudják abban kamatoztatni, hogy a tárgyalások során ne egy ilyen visszaszorult pozícióból induljon a kutató vagy maga az egyetem, hanem sokkal inkább egyenlő partnerként jelenjen meg. Szerteágazó szerződési formákat tudunk javasolni, nem csak azokat, amik jelenleg fönt vannak mintaszerződésként, és amiket előszeretettel használnak a kutatók, mert azt gondolják, hogy akkor gyorsabban átmegy a jogi részlegen, hanem sokkal inkább testre szabottan és a személyes igényekhez, illetve az egyetemi célokhoz igazítva tudjuk ezeket a szerződéseket kialakítani, és javasolnám is, hogy ezekben keressenek meg minket, mert akkor fogunk tudni segíteni mindenkinek, hogyha látjuk, hogy mire van igény, és mik a lehetőségek. Illetve, hogy fölállt a BMAS keretében egy olyan csapat, ami üzletfejlesztési és jogi szempontból is hatékony támogatást tud nyújtani mindenkinek. A harmadik pont, amit kiemelnék, az, hogy az elmúlt néhány hónapban, mióta itt dolgozom, többször belefutottam abba, hogy a kutatók által meghatározott értéke annak, amit ők létrehoztak, rendkívül alacsony. Sokkal alacsonyabb, mint az, amit a valóságban érne. Tehát
piaci körülmények között, hogyha ezt egy versenyszférában valaki valami hasonlót létrehoz, akkor nem azt mondom, hogy a duplájáért, nem néha ötszöröséért, tízszeröséért árulja, mint amiért mi a piacon megjelenünk az egyetemen ezzel a termékkel. Nagyon fontos, hogy ezek a dolgok valójában nem annyiba kerülnek, amiből ezek létre lettek hozva, tehát nem csak az egyetemi rezsiköltségnek kell benne lennie és az egyetemi munkabérnek, hanem azt az árat kell látnunk, és ebben tudunk esetleg segíteni árazásban, amiért ezt a piac meg fogja venni, amiért a piacon ezt létre lehetne hozni. És ezek olyan tételek, amikről nagyon jó, ha beszélgetünk, mert nálunk van ebben részben múltbeli tapasztalat és egy csomó olyan tudás, amivel tudnánk segíteni a kutatók működését. És itt van még egy pont, amit szintén szoktam látni, hogy a kutatók azzal számolnak, hogy milyen dologi költségek voltak, milyen vegyszereket használtak föl, milyen laboridőt használtak föl, milyen részt tettek ebbe bele, és nem számolnak azzal, hogy egyébként ez a kutatás azért jött létre, mert nekik 30 évük van ebben. Mert olyan komoly szellemi terméket adnak ők maguk hozzá, az ő saját személyük, az ő tudásuk akkora értéket képvisel, amivel egyébként a kutatók nagy része nem számol. Mi számolunk ezzel. Mi szeretnénk a kutatóknak segíteni, hogy tényleg értékeltek legyenek, és az általuk létrehozott alkotások is értékesek legyenek. Mit csinálunk most? Megpróbáljuk felmérni az egyetemi szellemi tulajdont. Ennek van egy szabadalmi nyilvántartása, nyilván aki szabadalmat szeretne bejelenteni, és az egyetem támogatását kéri hozzá, ő azért már megtalálja a fieket, és ezt meg is tudjuk neki akkor mutatni, hogy hogyan lehet csinálni, és hogyan tudunk ebben előre mozdulni együtt. Illetve egy másik nagyon fontos elem van, amit szeretnék most kiemelni, és kérném ebben mindenki segítségét az egyetemről, hogy létrehozunk egy szoftver nyilvántartást. És nagyon szeretnénk, hogyha minden olyan szoftver, ami az egyetemen kerül létrehozásra, és ami az egyetemi szellemi terméknek minősülhet, és aminek az értékesítésében, hasznosításában hatékonyan tudnánk segíteni, azt jelezzétek számunkra, és akkor tényleg fogunk ebben közreműködni, és tényleg tudunk mindenféle szempontból mindenki számára gyümölcsöző módon előre mozdítani ilyen értékesítéseket. Tudunk tanácsot adni ajánlati szakaszban, hogyha megérkeznek hozzám a szerződések, ugye én vagyok az iparjogvédelmi szakértőként az, aki a jogot segíti abban, hogy szellemi tulajdoni kérdésekben mi az egyetem álláspontja, akkor már mindig túl késő van, mert akkor az ártárgyalásokon már túl vagyunk, akkor már a pozíciókat mindenki fölvette, és csak a szerződés során lehet egy kicsit játszani azzal, hogy a jogosítási köröket hogyan húzzuk. Ha korábban megkerestek, ha korábban szóltok, az egész folyamatot fel lehet egyrészt gyorsítani, másrészt pedig sokkal gyümölcsözőbbé lehet tenni. És a szerződés tervezetek véleményezése szintén egy olyan tétel, hogy ennek van egy, tudom, hogy mindenki számára nehézkes és hosszadalmasnak tűnő része, ami a jogi osztályon és a fieken keresztül ez elmegy, és az üzleti partnerrel, az ipari partnerrel végül ezt a szerződést meg lehet kötni, ez néha hónapok. Hogyha időben értesítetek minket, akkor mi a jogi osztályjal sokkal gördülékenyebben és gyorsabban tudunk együttműködni, és meg tudjuk ezt az egész folyamatot gyorsítani, úgyhogy kérném, hogy ezek kapcsán jelentkezzetek. Mondok egy jó példát. Ugye van egy olyan ütésálló műanyag poliészter hulladékból típusú szabadalmunk, és hát még nem szabadalom, de megadás alatt álló oltalom, ami bejelentésre került, és ezzel már nagyon sok piaci céget megkerestünk. És az első tapasztalatok, például amikor a Legóval beszéltünk, akkor az volt, hogy nagyon jó, hogy van egy ilyen szabadalmunk, jobb is, mint az övék. De sajnos ők már beletettek az elmúlt időszakban rendkívül sok pénzt és rendkívül sok erőforrást abba, hogy a saját működési folyamataikat a saját szabadalmukhoz igazítsák. És hiába tudják belátni azt, hogy ez legalább olyan jó, ha nem jobb, amit az egyetem kitalált, már a legókockákat nem a mi szabadalmunk alapján fogják gyártani. De ez abban tud csak megerősíteni egyrészt, hogy jó úton járunk, tehát erre a szabadalomra teljesen szükség van, hiszen mások nagyvállalati környezetben is ezt értékel és ezt találták ki, és ennek a megoldásán fáradoztak. Másrészt megnyit előttünk más piacokat is, mert látjuk ugyan, hogy gyerekjátékként mondjuk a Legóhoz nem jutunk, de más piaci szereplőköz, akik szintén gyerekjátékokat forgalmaznak hasonló műanyagból, a modell az megvan, tehát ezt a fajta műanyagot gyerekjátékként lehet használni, és lehet egyébként használni hűtőalkatrészként, és lehet használni autógyártáshoz, és lehet használni műanyagrekeszekként. És amit említettek is, hogy az első szabadalomból származó hasznosítási szerződés megkötés alatt áll, az pont a koloplasztos együttműködés, ahol a cég által gyártott sztomazsák hulladékokból fogunk ládákat képezni, illetve létrehozni, és ezek a ládák kerülnek aztán majd hasznosításra, a cég saját maga részére gyártja ezeket. De ez egy olyan együttműködés az egyetem oldaláról, ami kézzelfogható, láthatóan egy korábban benyújtott, egy 20-as benyújtású szabadalomnak a hasznosításáról beszélhetünk, ami egyébként
további távlatokat nyit meg, és nagyon hasznos és előremutató lehet a jövőben. Illetve felvettük a kapcsolatot az Ocean Cleanup-val és a PET kupával is, ahonnan egyébként ezek a rossz minőségű PET hulladékok származhatnak, ami egyszerre elő tudja mozdítani a környezetszennyezés elleni fellépést, és még hasznos műanyag termékeket is tudunk belőle előállítani. Amit az előbb mondtam, hogy a szoftverek kapcsán, hogyha időben szóltok, akkor nagyon sokat tudunk segíteni. Most nem akartam konkrétan kiemelni szoftvereket, mert több eljárás is volt, amiben így belecsöppentünk, és aztán végül sikerült egy kicsit javítani az eredetileg kialkudott helyzeteken. Az nagyon fontos, hogy lássátok, hogy a szoftvereknek a hasznosítása az egy nagyon széles spektrum. Ha a kizárólagosság jogát nem adjátok át, akkor utána azt még nyugodtan el lehet adni más piaci partnereknek, kicsit át lehet dolgozni, és újra lehet hasznosítani. Ezek nagyon rugalmas, nagyon sokrétű, nagyon sokféle felhasználás lehetővé tevő dolgok. Ha egy kicsit tudunk rajta gondolkodni akár együtt, hogy hogyan használjuk, akkor ebben érdemes segítséget kérni, illetve együttműködni. A másik, amit meg még kiemeltem, hogy tényleg azért jó, hogyha jöttök hozzánk a fiekbe, mert olyan szakértői kollégákkal tudtok együttműködni, akit ha a piacról akarnátok beszerezni, akkor súlyos 100 000 forintokat kellene fizetnetek, itt pedig kollegiális alapon fogunk nektek segíteni. Vannak a spin-offok, amikről délután lesz szó, és már többen említették előttem is, hogy ez egy hosszú procedúra volt, amíg a spin-offokig eljutottunk, illetve amíg ez sikerült voltak éppen arra mostani szintre elhozni, de még messze nem tartunk ott, hogy ez készen lenne, hiszen az egyetemi hasznosítási szerződést a spin-offokkal ezt még most fogjuk csak megkötni. Viszont ez egy olyan terület, ahol mindig szükség van egy elsőre. És miután az első kapcsán megjön a gyakorlat és megjön a rutin, hogy ezt hogyan lehet jól csinálni, a többi majd, ahogy már kancellár úr is említette, sokkal gyorsabban fog menni, és szeretnénk, hogyha nagyon sok olyan spin-off jönne létre, ami részben az egyetem, részben pedig a kutatók részére is hasznot hoz. Itt még kiemeltem egy tőketartalék fogalmát, hogy az egyetem általi szellemi termékként regisztrált, illetve korábban egyetemi munkaként beforgatott tételeket hogyan tudjuk betenni a spin-offokba. Ez azért fontos, mert nem úgy kell elképzelni a spin-offot, hogy úgy jön létre, hogy az egyetemnek van 90%-a, a kutatóknak 10, hanem jellemzően az egyetemnek van 10%-a, és az összes többi sok 100 millió forintot akár tőketartalékként fogjuk felvenni, és ez így gyakorlatilag lehetővé teszi azt, hogy ne legyen aránytalan. A professzionális támogatásról pedig már beszéltem. Köszönöm nektek a figyelmet, és nagyon szeretném tényleg, hogyha mindenki, akinek ilyen jellegű kérdése van, vagy észrevétele, vagy bármi megtalálna minket. Köszönöm. Köszönjük szépen az előadást! Az ebédszünet előtti utolsó blokkban a környezettudatossági lesz a főszerep, és nem is egy, hanem rögtön három előadót fogok felkonferálni. Köszöntsék nagy szeretettel Kaderják Pétert, a BMS Zero Carbon Központ vezetőjét, Szűcs Botondot, a BME GPK egyetemi adjunktusát, és Esztergár Kis Domokost, a BME KJK tanszékének tudományos főmunkatársát, akik Living Lab zöldülő fiek projektek címen tartanak előadást. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, és köszönjük szépen a lehetőséget, hogy ma egy olyan egyetemi kezdeményezésről számoljunk be, így közösen, egy rövid előadás keretén belül, amely Magyarország zöld energetikai átállásához kapcsolódik, és a műegyetemnek az ebben játszott esetleges jövőbeni szerepéhez kötődik. Jó magam a fieken belül működő Zero Carbon Központot vezetem, és a kollégákkal működünk egyben ebben az évben ennek a projektnek a tényleges műszaki tartalommal való kitöltésében. Azt gondolom, hogy az energetikában a zöld átállás kérdése az már egy nagyon közismert és lényeges téma. 2021-ben készült el Magyarországon az a vizsgálat és az a terv, ami azt a kérdést tette föl, hogy hogyan tud Magyarország 2050-re a fosszilis utáni energiahordozók korszakába átlépni. Ennek a
vizsgálatnak az eredménye az volt, hogy ez úgy lehetséges, hogyha 3 évtizeden keresztül évente a GDP-nk kb. 3-4%-át fektetjük, ruházzuk be ebbe a zöld átállásba, döntően energetikai területen. Ez 2021 végén volt, akkor indult el az az energiapiaci krízis, ami 2022-ben, aztán a háború után ugye csúcspontjára érkezett, és mutatta meg azt, hogy milyen lényeges az energiaszuverenitás és ezen belül a zöld energetikai megoldásoknak a kérdése. És ezekben az időszakban merült fel az a gondolat, hogy a magyar zöld energetikai átállásban természetesen adódik vagy adódhat, hogy ennek a magyar országi akadémiai bázisa, annak a tudásnak, ami az szükséges, hogy ezt a nagy programot meg lehessen csinálni, az természetes módon a BME kellene legyen, hiszen az a műszaki és gazdasági tudás is, amelyhez kell, itt jelentős mértékben rendelkezésre áll. Ekkor készültek el azok az első ötletek, javaslatok az egyetem vezetése felé, amely azt a javaslatot tartalmazta, hogy a műegyetemen induljon el egy olyan élő laborprogram, amiben az oktatás, a kutatás, a vállalatokkal való együttműködés, a kormányzattal való együttműködés fókuszáltan erre a területre kaphatna teret, és hát ez a FIEK-nek az általános programjába is jól illeszkedik, hiszen Felsőoktatási és Ipari Egyetemi Központ NKFIA támogatással, ugye van ennek tradíciója már az elmúlt években, ez csak a fókuszát erősítette, vagy pontosította, vagy pontosíthatja ezeknek a programoknak egy bizonyos területen. Tehát a BME Zöld Energia Élő Labor programról szeretnénk itt egy röviden beszámolni, két olyan konkrét projekttel, amely idén meg fog valósulni ennek a programnak a keretén belül. Azért, mert abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a Magyar Nemzeti Bank és a Műegyetem közötti már meglévő együttműködésbe ez az ötlet helyet talált. Az együttműködés idei programjába a BME Zöld Energia Élő Labor program, mint egy programpont belekerült, és ez azt teszi lehetővé, hogy azokat az első lépéseket megtegyük ezen a területen, aminek bízunk benne, hogy lesz folytatása is. A célja tehát ennek a Zöld Energia Élő Labor együttműködésnek a Nemzeti Bank és a Műegyetem között, hogy olyan a fenntarthatóságot és energiaszuverenitást, zöld energetikai átállást támogató együttműködésben megvalósuló projekteket tegyen le az asztalra, amelyekben ötvöződik a tematika, az energetikai átállásnak a tematikája, és azok a képességek, amelyek az egyetemen megvannak. Olyan programokat próbálunk generálni, amelyek a kutatási tevékenységhez, az oktatáshoz, az egyetemi innovációhoz, szemléletformáláshoz komponenseket tartalmaznak, iparvállalatokkal való együttműködést tudnak generálni, vagy éppen már tartalmaznak, és erősítik azokat a kompetenciákat, amelyek az egyetemen és az országban rendelkezésre állnak, hogy az energetikai átállásnak a feladatát meg tudjuk csinálni. Nyilvánvaló az, hogy a műegyetemen ehhez a zöld energetikai átállás tematikához kapcsolódóan kiemelkedő kompetenciák vannak, ugye 12 olyan tematikus területet mutattunk a nemzeti bankos kollégánknak, ahol ugye teljesen releváns az a üzleti és technológiai tudás, amit a műegyetem van ezen a területen, és a következő két előadás is ugye ide kapcsolható, az egyik a közlekedés zöldítési tematikához,
hogyha úgy tetszik, a másik pedig a dekarbonizált villamosenergia ellátás, illetve az ahhoz kapcsolódó laboratóriumi képességeknek a kialakítását célozza. Ugye azt gondoljuk, hogy ennek az együttműködésnek a mostani 2023-as első éve vagy első időszaka meg kell tudja majd mutatni azt, hogy ez segíti majd a meglévő lehetőségeknek a kiaknázását, mind az egyetem, mind az ipari szereplők, mind a kormányzat részéről. Én azt gondolom, hogy az egyetem nagyon sokat nyerhet ezen programok révén, hiszen a saját működését, a saját energiafelhasználásának az optimalizálását javíthatja, bevételeket generálhat abból a tudásból, amit létrejön, és tovább építheti az ipari egyetemi együttműködési programjait. Az ipari szereplők általában hasznosnak találják ezeket az együttműködéseket, hiszen utánpótlás biztosításhoz juthatnak, a labor képességeket tudják használni, és ugye számos más haszon jelentkezik számukra. A kormányzat pedig, hogyha sikerül ugye azt a programot itt kialakítani, ami bizonyítja azt, hogy a BME ennek az átállásnak a szellemi bázisa lehet, akkor komoly eredményekre, meg haszonra tehet szert, hiszen a zöld energetikai átállásszolgáló megoldások fejlesztése, szemléltetése, alkalmazása, oktatása a BME-n megvalósulhat, és lényegében azokat a megoldásokat, amelyeket itt a kollégák kifejlesztenek, mind a közszektorban, de más területeken is Magyarországon tömegesen lehet alkalmazni. Ugye ez teljesen más, mint hogyha mondjuk a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen valósul meg valami hasonló program, ott az egy helyi történet lesz, amennyiben itt ilyen programok megvalósulnak, azokat a kollégák oktatják, mutatják, akkor az egy sokkal nagyobb hatást tud gyakorolni a hazai fejleményekre. Úgyhogy ez az általános kerete ennek a bizonyos zöld energia élőlabor programnak, ennek az első évében vagyunk, és akkor át is adnám a kollégáknak szót, hogy milyen konkrét kisebb projektek azok, amelyeket idén ennek az együttműködésnek a keretein belül végre fogunk hajtani. Kodomonkos parancsolj. Köszönöm szépen a lehetőséget. Alapvetően most a munkai mobilitás tervről fogok beszélni, de azt tudni kell, hogy mindenféle fenntartható közlekedés, mobility as a service, illetve tevékenységi láncok optimalitása témakörrel foglalkozunk, nem csak kutatásban, hanem fejlesztésben, hiszen rengeteg európai uniós projektünk van, amiket korábban elnyertünk, illetve beadott pályázataink is vannak a témában. A munkai mobilitási tervről azt kell tudni, hogy ez nem egy teljes városra készül, hanem egy intézmény, egy cég számára, hiszen a közlekedésnek az egyik legnagyobb részét az ingázás teszi a napi bejutás a munkahelyre, illetve onnan haza. Éppen ezért egy ilyen hosszú távú stratégiát képzeltünk el, hogy hogyan lehet a fenntartható közlekedési módoknak a használatát a munkavállalók körében előmozdítani. Tehát itt egy kifejezett konkrét célcsoportunk van, kifejezett konkrét helyszínünk van, és szeretnénk felhívni ilyen soft módokkal, tehát nem nagyívű infrastruktúrális beruházásokkal, hanem inkább információs kampányokkal, programokkal és kisebb léptékű infrastruktúrális megvalósítással, hogy hogyan lehet fenntartható közlekedési módokat használni, azaz nem autóval, hanem kerékpárral, gyaloglással, közösségi közlekedéssel, vagy ezek kombinációjával bejutni a munkahelyre, és nyilván ezzel összességében CO2 kibocsátást érünk el, és zöldítést érünk el, és mobilitás terveink lesznek, amiket tudunk használni a gyakorlatban. Alapvetően úgy néz ki az egésznek a módszertana nagyon röviden összefoglalva, hogy egy mobilitás koncepciót határozunk meg, amiben megvizsgáljuk az adott helyszínt, a lehetőségeket, a stratégiát, hogy milyen célokat szeretnénk elérni. Utána kialakítunk egy mobilitási csoportot, aminek az a lényege, hogy minden jelentős szereplő benne legyen, tehát az humán erőforrás osztályról, a PR-ról, a pénzügyekről, az üzemeltetésről, tehát hogy az adott munkahelyen, az adott helyszínen minden döntés hozó benne legyen ebben a csoportban, és rendszeresen találkozzon a csoport, hiszen a lényeg az az, hogy ne egy dokumentumot képezzünk a végén, amit senki nem használ, hanem olyan intézkedéseket fogalmazzunk meg, amiket utána tényleg megvalósít az adott munkahely. Ehhez viszont nagyon fontos a helyzetet elemezni.
mind a munkavállalókat, mind a munkáltatókat megkérdezzük különböző típusú módszerekkel, és megvizsgáljuk a helyszínt, hogy mit lehet az adott helyszínen megvalósítani, és utána megtervezzük ezeket az intézkedéseket, megvalósítjuk, és persze az értékelés nagyon sokszor az elmarad, tehát ha például egy kerékpáros esőbeállót tervezünk, akkor meg kell nézni, hogy mennyire használják ezt a kollégák, és miért használják sokan, vagy miért nem használják esetleg elegem. A jelenlegi pilotban egy konkrét intézkedést próbálunk megvalósítani, ami egy online szolgáltatás, gyakorlatilag egy webes alkalmazás lenne különböző közlekedési módokra, személygépjármű, közösségi közlekedés, kerékpár és gyaloglás, és az input az pedig a felhasználó lenne, tehát a munkavállaló, aki szeretne beingázni például a BMR-re, be lehet állítani 4 paramétert, hogy mennyire fontos számomra az utazási idő, az utazási költség, a kibocsátás mértéke, illetve az elégetett kalória. És az output, az eredménye pedig az lesz, hogy lesz egy rangsorunk az útvonalakról, és össze tudjuk hasonlítani, hogy melyik közlekedési mód a legjobb. Ennek az első változata már egy korábbi Európai Uniós projekt keretében megvalósult, úgyhogy ez látszik is, hogy be vannak állítva a szempontok, és ebben az esetben pont a gyaloglás jönne ki, de nagyon-nagyon sok esetben a kerékpározás látszik a legjobb közlekedési módnak, hiszen mind utazás időben, mind kibocsátásban, mind költségben kifejezetten jó, és itt kértünk is egy ilyen visszajelzést, egy 400 fős mintán már ezt elvégeztük egy ilyen pici pilot keretében, és ott látszik, hogy a kerékpározást, kértünk egy feedbacket, hogy mit választanának ez alapján, hiszen a jobb oldali ábrán látható, hogy heti, havi és éves bontásban hogyan változik az egyes közlekedési módoknak a kibocsátása, az utazási ideje, kalória eredménye, és ez alapján megkértük ezt a visszajelzést, és nagyon sokan, akiknek közösségi közlekedést javasoltunk, ők elfogadták, akiknek gyaloglást javasoltunk, elfogadták, de a kerékpározás esetében azt láttuk, hogy kevés, alacsony ez az arány, és meg kell találnunk azokat a módokat, azokat a lehetőségeket, hogy hogyan tudjuk meggyőzni az embereket, hogy ez tényleg egy jó közlekedési mód, és nem csak a számok alapján jó, hanem a gyakorlatban is érdemes ezt használni. Ezt a szoftvert szeretnénk gyakorlatilag a webes alkalmazást továbbfejleszteni, mintaprofilokkal kiegészíteni, lenne egy elérhetőségi térkép modul, ahol különböző izokrónokkal mutatnánk be a távolságokat, szeretnénk pontosítani a kerékpáros útvonaltervezésnek a módját, illetve a költségszámítást mind a közösségi, mind az autós esetben, illetve az egészet szeretnénk kiegészíteni úgy, hogy ne csak egyéni stratégiai mobilitás tervezést tudjunk végrehajtani, hanem az intézmény számára összesített agregált adat tudjunk biztosítani, hogy egy ilyen munkai stratégiát lehessen kialakítani, és intézményi kimutatásokat tudjunk adni, és módválasztási javaslatokat biztosítsunk különböző vizualizációs lehetőségekkel, és így a CO2 kibocsátást is tudjuk mérni különböző szenáriók segítségével. Köszönöm szépen a lehetőséget, nagy szeretettel üdvözlöm Önöket. Én Szűcs Botond vagyok, az Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék adjunktusa. Az ebéd előtti utolsó előadó, úgyhogy megígérem, hogy gyors leszek. A mi feladatunk a Living Lab projektben egy laborfejlesztés, egy megújuló energiát hasznosító labor. Volt egy korábbi napelemes laborunk, amit egy jó 10 évvel ezelőtt építettünk ki, ezt szeretnénk korszerűsíteni, és számos olyan új kihívásnak megfelelővé tenni, ami az elmúlt években jött elő. Ha történetileg visszanézzük a hazai napelemes ipar fejlődését, később biztos, hogy ilyen stádiumokra fogják bontani. A mi megítélésünk szerint az első stádium az lezárult, egy nagyon nagy mennyiségű napelempark került beépítésre a hazai rendszerbe, és úgy látjuk, hogy most, illetve az elmúlt 1-2 évben indult meg az a stádium, amikor már nem csak a napelem mennyisége, hanem az általa megtermelt energia minél nagyobb arányú hasznosítása a hazai gazdaságban a fő feladat. Ehhez számos technológiai újítás jelent meg. Gondolunk itt akkumulátorokra, különböző szabályzókra. A tervezett labornak az első sematikus ábráját itt látjátok. Különböző gyártmányú és különböző avultsági fokú napelempaneleket szeretnénk vizsgálni. Van 5-10 éves napelempanelünk, ami azóta üzemel, illetve szeretnénk újakat venni, és egy olyan online mérő és adatgyűjtő rendszert kiépíteni, ami valós időben, hosszú idősorokon keresztül tud adatokat szolgáltatni. És mint említettem, a termelés minél nagyobb hasznosításának ma már elengedhetetlen eleme egyik oldalról a fogyasztó oldali befolyásolás. Ennek a
a laborkörülmények közötti szimulációjához szeretnénk egy előre programozható műterhelést építeni, illetve a tárolás, amihez egy akkumulátort szeretnénk használni. A vizsgálatok ki fognak terjedni az akkumulátor avulási folyamatára, különböző töltési stratégiákra. Hogy az egész mögött lássátok, ugye most biztos a hírekből is lehet hallani, hogy már bizonyos napelemeket csak úgynevezett viszvatvédelemmel lehet ellátni, amikor nem tud a hálózatba táplálni, előfordulnak a villamosenergiatőzsdén negatív árak, illetve drasztikus leszabályozások, ami nem egy probléma, hanem az előttünk álló időszak kihívása, ugyanis a jelenlegi gazdasági és környezetben úgy ítéljük meg, hogy a napenergiát tovább kell Magyarországon fejleszteni, és ehhez viszont elengedhetetlen az, hogy ez a megtermelt napenergia minél inkább a hazai gazdaságban és a hazai lakossági fogyasztók által kerülhessen felhasználásra. Hogy ilyen terveink vannak. Van egy ütemtervünk, ez a tetőlaboratórium, amit mi hívunk, ez a D-épület tetején van, hogyha esetleg megnézik a gépészmérnöki kar imásfilmjét, abban is benne van, ezt szeretnénk továbbfejleszteni, és decemberig odáig eljutni, hogy összeépítjük a mérő- és adatgyűjtőrendszert, és ezt követően ipari partnerekkel már kapcsolatban vagyunk, különböző vizsgálatokra szeretnénk tudományos publikációkat írni, illetve szeretnénk, hogyha a labor támogatná a tudományos publikációinkat, és végezetül beépíteni az oktatásba, TDK dolgozatok keretébe, illetve nagyon örvendetesnek találnánk, hogyha a középiskolások felé is tudnánk nyitni. Úgyhogy ez a hármas szerepe lesz ennek a laboratóriumnak, ipari együttműködés, tudományos publikációk támogatása és oktatás. A várt eredményeket itt felsoroltam, de szerintem szóban összefoglaltam napelemes termelési profilokat. Szeretnénk szimulálni, hogy egy-egy ipari fogyasztónál hogyan lehet a fogyasztásba belenyúlni, hogy a napelem termelése minél nagyobb mértékben lehessen kihasználva. Nagyon izgalmas témának tartjuk az akkumulátorok kérdéskörét, a jelenlegi kapacitásokkal egy ilyen napi szintű tárolás, tehát mondjuk a déli csúcsot, az esti, a déli termelési csúcsot, az esti fogyasztási csúcsba történő eltárolása az megvalósítható, és szeretnénk, hogyha ez az egész távlaborként működne, tehát az adatok online elérhetőek lennének, hiszen nem várhatjuk el a hallgatóktól, hogy éveken át üljenek a laborba, hanem csak lekérik az adatokat. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltek a figyelmükkel. Az ebédszünet után köszöntöm nagy szeretettel a visszatérő és esetlegesen az új vendégeinket a BME PIEC szervezésében megvalósuló innovációs napon. Én Kocsisán Brigitta vagyok, a mai rendezvény háziasszonya, ex-műegyetemista innovációs műsorvezető és a Tudományos Újságíró Klubjának elnöke. És hát a délutánt egy izgalmas kerekasztal beszélgetéssel indítjuk, amelyben szó lesz a mindennapjainkat is érintő K plusz F plusz I tevékenységekről és azok társadalmi hatásairól. Itt ül már közöttünk a beszélgetés négy résztvevője, a moderátor Jó Attila László, a BMF-iek igazgatója, akik pedig részt vesznek a beszélgetésben, Dormán József, a ZÁÉV vállalkozás és beruházásért felelős vezérigazgató helyettese, dr. Goldfárt József, a MOL csoport olajipari vegyi anyagok és technológiák vezetője, és Naszádos László, a ThyssenKrupp site menedzsere. Köszönjük szépen a rövid bemutatást. Azért gondoltuk, hogy ez a kerekasztal egy jó beszélgetési téma lehet a kompetencia központról, mert ez egy olyan pályázatunk, amelyben egy az egyben megvalósul az iparral való együttműködés. Ugye jelenleg ott látszik az egyik rollápon, ez a Biztonságtudományi és Technológiai Kompetencia Központ pályázatnak az utolsó éve zajlik. Ez az eredeti FIEC pályázatnak, ahol szintén négy ipari partnerünk volt, annak a folytatásának tekinthető újfajta kompetenciákkal, és majd arra kérném a szereplőket a vállalati oldalról, hogy mondjanak pár szót arról, hogy milyen területen dolgoznak ebben a kompetencia központ pályázatban, és majd utána rátérek a műegyetemi csatlakozásokra. Üdvözlök mindenkit, Naszádos László vagyok, és hogyha már nálam a mikrofon, akkor magamhoz ragadom a szót. Én a ThyssenKrupptól jöttem, itt ez egyik részvevő vállalat ebbe a kompetencia központban.
alapvetően, amit mi csinálunk itt a villamosmérnöki karral, az egyetemi partnerünkkel együttműködve, az biztonságkritikus fejlesztések, autóipari biztonságkritikus fejlesztések, konkrétan egy kormányszervó rendszereknek a fejlesztési módszertanának a továbbfejlesztése. Ez is öt területen, erről szerintem valószínűleg majd lesz alkalom később beszélni. Hogyan lehet ezeket hatékonyabban, hogyan lehet minél inkább az emberi tévedéseket kizárva, minél inkább formalizáltan megvalósítani, és itt az egyetemi kompetenciákat felhasználva, a mi gyakorlati ismereteinkkel kombinálva olyan módszertanokat dolgozunk ki, amit most már így a vége fele konkrétan termékbe alkalmazunk, és ebbe fogjuk hasznosítani az itt elért eredményeket. Köszöntök én is mindenkit, Dormán József vagyok ismét az AIF ZRT-től. Mi a kompetencia pályázatban egy öntömörödő hitgerende család kifejlesztését vállaltuk itt a BMI-vel közösen építőmérnöki karra szorosan együtt dolgozva, és nem titkos szándékunk, hogy ez termékfejlesztés után termékértékesítésbe profitot termelve gazdasági haszont tegyünk szert. Nagyon pozitív volt az elmúlt időszak, az a közös időszak, amit itt mi eltöltettünk közösen ebbe a pályázatba. És azt tudom mondani, hogy elég sikeresen úton járunk a termékfejlesztés tekintetében. Már csak egy mérföldkövet kell megugornunk ahhoz, hogy kész termék váljon a közös fejlesztésünk. Emellett van egy másik lába a pályázatnak, a épületinformációs rendszer bevezetése az AIF-nél, ez a BIM rendszer ismerete. Ebbe is elindultunk közösen, volt a kollégák részére két előadás is ismertetés, emellett pedig három szakmérnök kollégánk fog végezni, bízunk benne nem sokára, és már szakmérnöki képesítése segítik az AIF-nek a munkáját. Köszönöm szépen. Goldfárt József vagyok, a MOL NRT részéről innováció menedzsmenttel foglalkozunk, és a BME közös konzorciumban, mi alapvetően a BME mesterséges intelligencia és ezt kapcsolódó magas matematikai, informatikai tudására támaszkodunk. Ugye a vegyipari tevékenységünk során az üzemekben rengeteg szenzor találunk, ami a hőmérséklet, nyomást, egyebeket mér, és az irányítás technikában nagyon fontos, hogy a humán tényezőnek a kiküszöbölésére, hogy a mesterséges intelligencia segítségével hatékony döntéseket tudunk hozni, de hasonlóan a gépilátást is alkalmazzuk, és ahhoz kapcsolódó projektjeink is vannak, illetve így a vegyipar digitalizációjához is kapcsolódóan egy rendkívül korszerű labort is a jövő héten fogunk majd átadni. Abszolút nagyon meg vagyunk elégedve az együttműködéssel. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szépen a szakmai jellegű kérdés volt ez, de én lehet, hogy inkább kicsit személyes irányba vinném a beszélgetés, még lehet, hogy nehéz kérdések is lennének. Ugye itt a FIEK oldaláról, ami az ipari együttműködést segíti, és több évtizedes BME-s tapasztalattal, ugye a BME is sokat hallunk, hogy mennyire tudományosan előremutató, kiemelkedő, kívülről nézve egy elefántcsontoronynak tűnik. Lehet, hogy innen nézve a nagyvállalati működés is. Két ilyen szemléletben erősen különböző entitás milyen módon tud együttműködni? A ti szemszögötökből hogyan találjátok meg a hangot az oktatókutatókkal? Milyen előnyöket, nehézségeket láttok? Talán erre kérdeznék rá. Akkor nálam van a mikrofon. Ugye a MOL és a BME együttműködésre, hát nem is tudom, sok-sok évtizedre nyúlik már vissza. Ugye a képzés és a kutatásfejlesztés területén is mindig a kor aktuális kihívásaihoz találtunk megfelelő szakértelmet és hozzá kapcsoló
együttműködési keretrendszert. Alapvetően a BME, mint vezető műszaki egyetem az országban, ugye abban az unikális képességgel is rendelkezik, hogy rendkívül szertágazó, tehát hogy számos karra rendelkezik, ha jól tudom, ugye talán 8 kar is, és ez az összetett problémák megoldása, ez a multidisziplinális megközelítés, az rendkívül fontos szempont, és azt gondolom, hogy a BME-nek az egyik versenyelőnye, vagy legfontosabb képessége számunkra, hogy ilyen integrált megközelítésben tud dolgozni, és talán ez a Safety Engineering Kompetencia Központ is abszolút erre támaszkodik, és azt gondolom, hogy a sikeres együttműködésnek ez az egyik alapja. Köszönöm. Még úgymond új pályázók vagyunk, első alkalom, hogy ilyen pályázatban részt veszünk közösen a BME-vel. Mintha egy nyelvet beszélnénk, azt tudom mondani. Ebből szempontból zökkenőmentes volt az együttműködésünk. Külön kiemelem Kovács Tamást és Lovas Tamást, mert tényleg azt gondolom, hogy első alkalomtól sikerült tényleg egy nyelvet beszélnünk és együtt haladnunk az úton, amit kitaláltunk, közösen megvalósítanunk. Sőt, én azt gondolom, hogy annál is többet, és amit mi kitaláltunk, ahhoz képest még sokkal több mindent kaptunk, mint amit gondoltunk. És ezáltal mi is tovább tudjuk gondolni azt az eredeti gondolatunkat, amit szerettünk volna továbbvinni, hogy a jövő szempontjából még van mit, és van hová fejlődnünk. És én azt gondolom, hogy ez az együttműködés nem az első és az utolsó volt, hanem ez egy kezdete valaminek. Köszönjük. Azt gondolom, hogy kevés olyan cég van a nagyvállalatok közül, amelyik olyan szorosan kapcsolódik a műegyetemhez, mint a ThyssenKrupp, legalábbis ez a fejlesztő irodája, fejlesztő központja, amelyik a műegyetem egyik irodájában, egyik épületében alakult és onnan indult el. 98-99-ben 3 doktorandus, tényleg minden startup indította el ezt a tevékenységet. Ez jutott el odáig, hogy ma vagyunk kb. 1200-an mérnökök, tehát elég jó kinőttük magunkat. Én is a Műegyetemen tanítottam 2003-ig, és onnan nyergeltem át az akkor kb. 15 fős ThyssenKrupp fejlesztő központhoz, és azóta is nagyon-nagyon szoros, nem ezen projektben, ezen pályázati projektben indult az együttműködés, hanem ez egy szerves folytatása volt egy korábbi együttműködésnek. Elsősorban a villanykarral, de a közlekedés mérnöki karral is elég szoros a kapcsolatunk. De tulajdonképpen, hát még a gépészkart említhetném, ahol sok van, de mivel a Budapesti Kompetencia Központunk az elektronikai szoftverfejlesztésről szól, így a VIK az, amelyik egy abszolút természetes partnerünk, és ebben a pályázati projektben is velük dolgozunk együtt. Több tanszékkel, több részterülettel, és igen eredményes munkát sikerül. Hát most már azt gondolom, hogy így kb. 2,5 év után, tehát az mennyi, az 5-6 oda a teljes projektnek, tehát nagy részén túl vagyunk. Nagyon sok izgalmas eredményt értünk el. Itt felvetetted azt, hogy mi az, ami nehézség és hiány. Időnként szeretnénk még több erőforrást és még több munkatársat bevonni ebből az egyetem részéről. És hát van az a nem elhanyagolható feladata az egyetemnek, hogy oktatni is kell időnként, és ez is, meg nyilván nem egyedüli partnereik vagyunk, időnként ez akadályozza az, hogy ne tudjunk még több feladatot és még több együttműködést létrehozni. Köszönöm szépen, jó volt hallani ezeket a válaszokat, mert kiemeltétek az egyetem sokszínűségét technológiai oldalról, hogy esetleg többet is kaptok, mint amit vártatok, sőt, még több kellene. Én
ugye nem csak fiek oldalról, hanem tudományos oldalról is benne vagyok, egész véletlenül a HIT gerendás meg a BMS projektben. Kicsit azt kérdezném, hogy nekem, ami mindig kérdés, hogy az egyetemen van egy erős alapkutatás, és hogy ez az alapkutatás ez jelent új tudományos eredményeket egy PhD-hoz, amit nemzetközileg minősítünk világszinten, ezt ki lehet mondani, utána abból lehet mondjuk MTA doktori. Tehát tényleg ezek új tudományos eredmények, ami nem feltétlenül jelent innovációt és azonnal hasznosítható eredményt. Nálatok viszont van egy alapvető igény a gyorsaságra talán, arra, hogy gyorsan hasznosítható megoldások szülessenek. Nekem ez némi ellentmondást jelent, hogy az erős alapkutatás tudományos háttérből hogy lehet elugorni arra a nagyvállalati gyors eredményre, elvárásra, amihez kell valószínűleg ez a kompetencia, de mi az, ami áthidalja ezt a kettőt, ha erre tudnátok így valamit? Azt gondolom, hogy minden az innovációs ökoszisztéma minden szereplőjének megvan a maga hozzáadott értéke ebbe az értékteremtésben. Tehát, hogy ahogy Attila is említetted, az egyetemek alapvetően az alapkutatási területen a legerősebbek, és igen, az értéklánc végén a vállalatok, akik implementálni és üzleti eredménnyé akarják ugye a tudást transformálni, az a szerep. Én azt gondolom, hogy maga ez a távolság áthidalására, és talán még, mint a valami egyetemen a logójában is ez a híd igen, benne lenne, nem véletlenül, hiszen szerintem igen, itt a fiek együttműködésben. Itt van, híd az ötlettől az üzletig, és a híd az ipar és az egyetem között. Így van, tehát hogy azt gondolom, hogy pont ez a speciális keretrendszer az egyik modellje annak, hogy ezt a párbeszédet, amit említettek a partnerek is, hogy kimagaslónak találják itt a BME-vel, alkalmas arra, hogy ennek faszilitálja, keretrendszert adjon, struktúrája, és gyakorlatilag mind a két félnek a számára érthetővé tegye, vagy lefordítsa az egyetemi nyelvet, a tudományos nyelvet, az üzleti nyelvé. És azt gondolom, hogy a BME-ben ugye a többi európai, vagy hazai egyetemnek is abszolút példát tud mutatni az itteni tapasztalataival. Szóval köszönöm. A tudományos része minden ilyen pályázatnak biztos, hogy előre mutató. A mi esetünkben egy olyan termékcsaládot fejlesztettünk ebbe az öntömörödő hitgerenda család tekintetében, ami a magyar piacon nincsen, Nyugat-Európában viszont már fellelhető. Egy unikum, én azt gondolom, hogyha elindulunk bele, akkor ennek a fejlesztéshez kapcsolódóan, akik részt vettek a műegyetem részéről is, a doktorandusz jelöltek, vagy bármilyen közömködő kollégák, lesz tudományos alapja, amit én azt gondolom, hogy büszkén lehet terjeszteni. Hát én most ennyit tudok mondani a mi részünkről, mert mi egy speciális termékcsoportot fejlesztettünk önmagába, egy unikumot, amit tényleg majd a beépítés során tudunk majd tovább vizsgálni, és még tovább értékelni majd. Mikor elindítottuk ezt az egész projektet, már rögtön az elején egy fontos célkitűzés volt, hogy azoknak a módszereknek, amit közösen létrehozunk, az elméleti alapjait, azokat publikálja az egyetem, illetve közösen publikáljuk, mert nagyon fontos hivatkozási alap, amikor mi leülünk a vevőinkkel, az autógyártókkal, hogy ilyen és ilyen módszertan szerint fejlesztjük a rendszereinket, bizonyítjuk be azoknak a biztonságosságát, akkor igenis azok a módszertanok, azok megalapozottak. Tehát lehessen hivatkozni az, hogy lám-lám itt van egy ellenőrzött, referált folyóiratban megjelent cikk, publikáció, itt van mögöttünk egy komoly, ilyen jellegű múlttal rendelkező egyetemi partner, akik
az adott módszertannak az elméleti alapjait biztosítják, bizonyítják, és megvédik adott esetben nemzetközi fórumokon is. Tehát ez fontos, sok esetben auditokon, amikor oda jönnek hozzánk az autógyárak, vagy független audit cégek, és megnézik azt, hogy hogyan fejlesztünk, hogyan tesztelünk, hogyan bizonyítjuk be a rendszereink működőképességét, akkor bizony ne csak arra hivatkozzunk, hogy hát igen, ezt így szoktuk csinálni, ez így alakult ki, hanem konkrét publikációkkal, eredményekkel tudjuk alátámasztani ezt. És ma volt már rá példa, hogy bizony a projekten belül létrehozott módszertant auditon bemutatva segített az adott auditnak a sikeres teljesítéséhez. Jó, szerintem várjál a mikrofonnal, mert rá is csatlakoznék. Azt akkor látszik, és remélem, hogy az egyetem alapkutatási, tudományos, meg módszertani, tehát kutatás módszertani tapasztalata segíti a cégeket. És itt elhangzott ez a, ugye publikálunk, ilyenkor mindig felmerül, hogy szabadalmaztatunk, vagy publikálunk. Nagyvállalati oldalról ti hogy viszonyultok ahhoz, hogy az itt létrehozott tudományos eredményeket, amik ti innovációban használtok, azokat mennyire próbáljátok védeni nagyvállalati szempontból, versenytársak szempontjából? Hogyan kezelnétek, hogyan kezeljük most ezt a kérdést? Természetesen minden konkrét termékhez fűződő eredményt, azt nagyon erősen védünk. Tehát ez nem csak cég érdek, hanem előírás is, és elvárás is az iparágban velünk szemben, és azt gondolom nem csak velünk szemben, tehát ez minden vállalatnak elemi érdeke, hogy azokat az eszközöket, azokat, amiket ő csinál, azoknak a know-how-ját, azoknak az elméleti alapjait azt teljesen birtokolja. Ugyanakkor ezekhez kapcsolódik olyan általános elvek, amire az előbb is hivatkoztam, és amiről az előbb beszéltem, amelyeknél viszont az a jó, hogyha az publikált, és az a jó, hogyha az egy hivatkozási alap lehet, hogy ezeken az alapokon hoztuk létre mi azok a specifikus eredményeket, amit már nagyon védünk. Tehát valahogy ilyen módon lehet megtalálni talán a közös érdeket az egyetemmel, és most itt nem egyelőre úgy tűnik, hogy nem jött létre olyan, ami esetleg egy közös szabadalomba vagy ilyesmibe öltene testet, de hát amikor a konzorciumi szerződést kötöttük annak idején, 3 évvel ezelőtt igen-igen kemény tárgyalások folytak az egyetem és a cégek között arról, hogy milyen eredmény, kit illet, hogyan határozzuk meg ezeket, hogyan tárgyaljuk, ki miért, hogyan fizet, és így tovább. Tehát ezt a projekt elindítása előtt iparjogászokkal nagyon erősen a cégek, az egyetem, hát emlékszel te is, hónapokon keresztül zajlott ez az előkészítés, és ez egy nagyon fontos fázisa volt a projektnek, azért, mert így menet közben már nem kellett azon foglalkozni, hogy akkor most mi lesz, hogyha ebből ez lesz, meg az lesz, akkor avval mit csinálunk. Mindenki tudta, hogy le vannak írva papírok, nem is biztos, hogy most kapásból meg tudom mondani, hogy mi van, de van olyan dokumentum, amit elő lehet szedni, és meg lehet nézni, hogyha erre szükség van, akkor hogyan kell tenni. Annak idején megegyeztünk ebben, és így simán folytatódott a projekt. Csak egy gyors beszúró kérdés, aztán mehet tovább, hogy az, hogy előre eldönteni egy olyan tudományos eredményről, ami még nem létezik, és még nem biztos a kutatás iránya, ez azért viszonylag nehéz feladat, tehát hogy itt nehéz megtalálni azt a kompromisszumot, ami a nagyvállalat meg az egyetem számára is. Tehát, hogy még bizonytalan a végkimetele. Nyilván egy pályázatnak megvan a szakmai célja, de hát nem tudjuk, hogy az fog-e tényleg megvalósulni. Nyilván senki nem tud előre, hogy milyen eredményeket, ezeket általánosságba kell lefektetni, hogy ha ilyen és ilyen típusú eredmény létrejön, ami alkalmas arra, hogy ilyen és ilyen védelmet kérjünk rá, akkor annak az eredményeit hogyan állapítjuk meg, a belefektetett munka, a belefektetett szellemi kapacitás. Nyilván ennek a részletei még adhatnak vitára okot adott esetben, de akkor is az alapok azok le vannak fektetve, és egy nagyon jó kiindulást adnak ahhoz, hogy ezt hogyan oldjuk meg. Szóval köszönöm. Mi esetünkben szabványt kellett módosítani, hát
egy útügyi szabványt azért, hogy ezt az öntömörödő étgerenda családot egyáltalán be tudjuk építeni. Ez a szabványmódosítás hát elég hosszasan, de végül sikerült elérnünk, hogy célba érjen a módosítás. Most még egy gyártói tanúsítványra válunk, és azt követően gyakorlatilag teljes birtokába leszünk a gyártásnak. Ezáltal le is védjük ezt a terméket, ha nem is szabadalmilag, de gyakorlatilag gyártóhelyi szinten. Én azt gondolom, hogy az a tudás viszont valamilyen licenszdíj tekintetében nálunk fog maradni, bárki is akarna jövőbe hasonló termékcsaládot fejleszteni vagy gyártani. Bocsánat, és abban mennyi lesz a BME-je? Tessék? És mennyi lesz a BME-je, hát meg az építőmérnökipari? Abszolút fontosnak tartom én is, hogy mielőtt beszálltunk a csónakba, ezt az együttműködést iparjogvédelmi szempontból szilárd alapokra helyeztük. Beletettük azt a munkát, ami ahhoz kellett, hogy ezeket az esetőleges forgatókönyvek esetén, bekövetkezése esetén, akkor mi is történik, ezeket tisztáztuk. Ugye a fő kérdés, hogy az egyetemek KPI-jai, meg az egyetemi karrierhez kötődik, ugye a publikációs szempont és a vállalatok meg az üzleti érdekek védelmében, meg ugye ezt a szabadalmaztathatóságát, vagy egyéb iparjogvédelmi eszközökkel, tehát biztosan nem a nyilvánosság segítsége, próbálják ugye őrizni ezt az eredményeket. Azt gondolom, hogy azért van olyan reális kompromisszum, ami a tudományosan érdekes megállapodásokat lehet publikálni, ami még nem rombolja le feltétlenül, meg üzletileg nem teszi reprodukálhatóvá magához az eljárást, és nem teríti ki minden kártyát. Én azt gondolom, hogy ebben is nagyon pozitívnak látom az együttműködést, tehát hogy azt, hogy a protokollt ezt végig gondoltuk, előzetesen megkapjuk, módosítások esetén jóvá hagyjuk, és akkor a felek így ezt kontrollot tudják tartani, és így mind az egyetemi érdek is bizonyos szinten azért tud teljesülni, és nem okoz üzleti problémát a mi oldalunkon. Köszönöm szépen, erre reflektálnék is, mert azt gondolom, hogy a műegyetem abban is élen jár, hogy az akadémiai karriermodell mellé mi már elkezdtük a tárgyalásokat vezető értekezlet szintjén az innovációs karriermodellről is. Tehát az, hogy ezek a fajta innovációs teljesítmények, szabadalmak, know-how-ok, és mondjuk beszámítsanak az egyetemi előmenetelbe. Tehát mondjuk a docensi kinevezéshez nem csak ennyi darab Q1-es publikáció kell, hanem esetleg szabadalmi teljesítmény. Sőt, elvárjuk, hogy egyetemi tanári kinevezéshez már lehet, hogy erősen ajánlott feltétel lesz. És annak a fenntartásához is. Tehát én abban bízom, hogy a műegyetem az egészen alapkutatási szemléletből el tud mozdulni, és ezzel párhuzamosan, és nem egymást kizáróan, hanem egymást erősítve tudja vinni az innovációs karriermodellt is, és lehet, hogy a fiatalok számára az egy jó alternatíva tud lenni. És ez erősíteni a vállalatok részének az igényét is, hogy ebben is együttműködjünk. Én azt kérdezném, hogy ugye elhangzott talán pont részedről, József, hogy ez a keret rendszer, amit a pályázat ad, ez azért segíti az együttműködést, tehát hogy ez jól definiáltá teszi. De azért gondolom, egy ilyen nagy pályázati kereten kívül is megvalósíthatónak láttok egy hosszabb távú vagy folyamatos együttműködést az egyetemmel? Amit mindenképpen kiemelnék, ez az egyablakos kapcsolat az egyetemmel, tehát hogy a fiak irodán keresztül történik. Szerintem ez egy nagyon fontos értékajánlat a BME részéről, és mi ugye a vállalatunk oldaláról hasonlóan próbáljuk ezt egy csatornában, ugye elkerülve azt, hogy most egy vállalaton belül valamelyik üzleti vezető a valamelyik egyetemi tanszékkel vagy karral kezdjen, ami rendkívül pozitív, de utána, hogy ez legyen mindenképpen becsatornázva, ugye abban az egységes keretrendszerben a transzparencia, meg pont ezeket a multidisziplinális szinergiák és egyéb szempontok miatt ebbe az egyablakos ügyintézésbe. Azt gondolom, hogy ez a fiek irodának egy nagyon fontos hozzáadott értéke. Minden más pályázaton túlmutató terület, megkeresés, együttműködés, újabb pályázati lehetőségek, vagy minden egyéb vonatkozásában. Köszönöm szépen, látom, van egy kis elmaradásunk ez ügyben, de Máriára néztem, de rajta vagyunk.
mint mondtam, mi először veszünk részt ilyen pályázati modellbe. Én csak jókat tudok mondani, nem tudom. Tehát nekünk jó tapasztalataink vannak, mind a fiekkel való együttműködés, mind a projektmenedzsmenti szinttel. Biztos, hogy ha lesz lehetőségünk, mi tovább szeretnénk vinni ezt a kapcsolatiságot, meg az együttműködést. Mi ebből sokat profitáltunk, azt gondolom, és szeretnénk még tovább profitálni. Igen, mi is köszönjük. Nem tudom, hogy ez hogyan fog olyan értelemben folytatni, hogy tudunk-e esetleg egy következő pályázattal tovább lépni, de akár tudunk ilyet csinálni, akár nem. Előtte is egy nagyon szoros együttműködés volt, ez csak valamilyen szinten formalizálta, illetve nyilván megtámogatta anyagilag ez a pályázat, de mindenképpen szeretnénk ezt fenntartani, ezt az együttműködést, sőt, igazából erősíteni tovább az egyetemmel. Nyilván menet közben a cégünk is egyre nagyobb lett, egyre nagyobb érdeke az, hogy ezek az eredmények és a műegyetemmel, akik legnagyobb egyetemi partnerünk és legfontosabb egyetemi partnerünk, ez az együttműködés működjön, akár pályázattal megtámogatva, akár pályázat megtámogatása nélkül. Nyilván jobb lenne, hogyha sikerülne az előző, de ez nem egy feltétel, és nem csak akkor tudjuk folytatni, és akkor akarjuk folytatni, hogyha ez összejön. Köszönjük. Ugye itt a fiek részéről is elhangzott, hogy aktív munkát fektetünk a Horizon meg uniós pályázatokba. Arra is láttok lehetőséget, hogy nem csak hazai platformokon, hazai kutatástámogatási tendereken induljunk, hanem akár egy szélesebb körű konzorciumban, például egy nemzetközi hátterű cégnél, ez nem tudom mennyire járható út, az anyavállalat végez-e ilyen tevékenységet, vagy a hazai tulajdonú. Látok erre lehetőséget? Mi próbáltunk annak idején most saját kicsit építeni, aki területen is olyan nemzetközi konzorciumot földrengésvédelmi eszközökre, ahol voltak európai szintű nagyvállalatok, nem a BME oldalán, de hogy ezt a modellt nyugodtan lehetne folytatni, és akár egy uniós nyitás felé lépni. Én azt gondolom, hogy soha nem mondasz, hogy soha. Tehát meg kell nézni, hogy milyen lehetőségek vannak. Az biztos, hogy itt az autóiparban az azonos területen és azonos érdekeltségű cégek között borzasztó erős a verseny. Tehát itt is, ugye a negyedik ipari partner, aki most éppen nincs itt a Bosch-sal, mi elég kemény konkurensek vagyunk egymásnak, és nem volt egyszerű megoldani azt a konzorciumi szerződést, hogy egymás mellett, egymás kiegészítve tudjunk dolgozni a műegyetemmel, de meg lehetett oldani, és azt gondolom, hogy ez egy sikeresen működő dolog. Tehát azt gondolom, hogy ugyanilyen elven ez működhet nemzetközi platformon is. Köszönöm, igen, ezt én is meg tudom erősíteni, hogy nehéz küzdelem volt, de sikerült tető aláhozni a szerződést. Mi cégünk az építőipar területén tevékenykedik. Én azt gondolom, hogy ha uniós pályázatok nyílnak, vagy nyitnak, vagy nyílnak lehetőségek, nyújtanak lehetőséget, mi abban is szívesen közreműködünk. Vannak gondolataink, vannak ötleteink, amivel a mi munkánkat lehetne segíteni, könnyebbé tenni, és versenyképessé főként. Az építőiparra is azért jellemző azért a szakemberhiány, és a szakemberhiányjal kapcsolatosan egyre jobban látok itt nyugati videókat, hogy már könyves helyett robotok falaznak például, tehát hihetetlen, hogy hol tart a világ. Mi még messze vagyunk ettől, de valószínűleg el fogunk érkezni ebbe a fázisba is. A MOL részéről is szintén van nyitottság európai szintű olyan konzorciumokban való együttműködésben, ahol esetleg az egyetem segítségével kerülünk bele egy olyan ökoszisztéma networkbe, amiben lehet, hogy a másik oldalon hasonló ipari vállalatok vannak, esetleg nem a mi piaci régiónkban, ahol mi viszonylag erős piaci pozícióval rendelkezünk, de hát Európának a másik felében szerintem nincs ilyen közvetlen versenytársi helyzet, viszont akár a globális, akár az unióban szabályozás által
diktált technológiai kihívásokban rendkívül fontos az ilyen uniós szintű tapasztalat, tudás megosztás, tehát gondolok itt a fenntarthatósággal kapcsolatos témák, illetve a körforgásos gazdasághoz kapcsolódó műszaki technológiai megoldásoknak a beazonosítására, vagy ilyenek fejlesztésében való részvételben. Amúgy mi az igényünkön kívül azért értékajánlatként azt gondolom, hogy a MOL-nak az itthoni egyetemekkel, illetve a BME-vel való kompetenciáit is be tudjuk vinni ebbe az értékajánlatba, vagy akár ha mondjuk a hulladék koncesszió mentén, azt gondolom, hogy olyan körforgású gazdaság területén unikális üzleti kihívással és piaci pozícióval bírunk, ami a unió más tagországában decentralizált, ugye hulladék menedzsment rendszer, mi ugye ebből az egységes hulladékkezési szempontból ugye mint egy potenciális technológiai partner, ahol ugye nagyobb anyagáramokra lehet méretnövelt, integrált, komplexebb megoldásokat megvalósítani, ez más uniós egyetemi vagy vállalati fejlesztő cégeknek is egy izgalmas lehetőség lehet velünk együttműködni. Tehát azt gondolom, hogy ez kölcsönös. Szóval köszönöm, nagyon jó lehetőségeket vetítettek előre. Egy utolsó kérdést, talán már 2 percünk maradt, és tényleg csak röviden, hogy rátekintetek az elmúlt 2,5 évre, és építő jelleggel, javító szándékkal, mi az, amit elvárnátok a BME-től, hogy jobban csináljon, esetleg önmagatok szempontjából, hogy jobban működjön ez a kapcsolat, ez a kutatási együttműködés. Mind javítanátok? Nehéz kérdés, talán egy beszélgetés kapcsán bennem felmerült, ugye az ipari PhD-ről talán még nem beszéltünk, pedig ez is egy nagyon fontos lehetőség, azt gondolom, mind az egyetemi, mind a vállalati szempontból, és örömmel vettük, hogy ugye ez a program folytatódik, következő években is meg lesz a finanszírozása. De azt gondolom, hogy a kutatók akár egyetemi berkekben vállalatok céljára kutatnak, vagy vállalati alkalmazáson vannak, de egyetemi együttműködésekbe vesznek részt. Tehát, hogy az, amit karriermodellként említettél az egyetemnél, mint egy új szempont, vagy gondolkodásmód, ebben én nagyon perspektívikus, közös gondolkodást látok. Szuper, köszönjük, rajta vagyunk az ipari pályán. Hát a mi esetünkben inkább most azt mondom, hogy nekünk kell lett egy kicsit utánatok futnunk, vagy kicsit együtt haladni, meg kell tanulnunk ezt az együttműködést. Ebből szempontból én azt gondolom, hogy a ti részletekkel, az oktatókkal, kollégákkal rendben volt, nálunk kellett a sebességet felvenni, és elérni közösen azt a célt, amit kitűztünk, de a végére az én azt gondolom, hogy sikeresen célba értünk. Okay. Mindenben állunk rendelkezésre, hogy az együttműködés fokozódjon, állunk rendelkezésre. Hogy... Igazából ami tanulság volt, amit meg kellett tanulnunk itt a projekt során, az az, hogy hogyan tudjuk szinkronizálni a munkákat, hogyan tudunk alkalmazkodni, hogyan tudjuk adaptálni a munkánkba azt a fajta kicsit ciklikusságot, ami az egyetemen megvan, az oktatásból adódóan. Tehát amikor vizsgai időszak van, amikor nem tudom én, ZH időszak van, amikor valamilyen jelentkezés időszak van. Tehát van egyfajta ciklikusság nyilván az egyetem munkájában, amiről talán az első kérdés kapcsán, vagy második kérdés kapcsán is beszéltem, hogy igen, ez egy adottság az egyetemnek a hozzáférhetősége. Ezt figyelembe kellett vennünk, de én azt gondolom, hogy ezt viszonylag gyorsan meg lehetett tenni a projekt időterveit, meg ilyesmit ehhez lehetett alkalmazni, de ez egy kicsit olyan, ami alkalmazkodó képességet igényel. Igen, ez nem csak a részletekről, a miénkről, és mi is meg szoktunk lepődni nyár után, hogy a sok hallgató, hogy került ide az egyetemre. Jó, megköszönöm akkor a beszélgetést, és sok sikert kívánok a projekt zárásához, amiben majd együtt fogunk ugyanúgy dolgozni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen a résztvevőknek az izgalmas
gondolatokat. A nagyvállalatok után pedig jöjjenek az ígéretes vállalatok, bemutatkoznak az egyetemi spin-offok. Kérem Vince Zsoltot, a BMKJK tudományos segédmunkatársát, hogy meséljen nekünk róluk. Vince Zsolt vagyok, a Drive by Cloud Kft-nek az ügyvezetője, és első körben szeretném megvilágítani azt, hogy honnan is indult ez a spin-off. Tehát a Drive by Cloud Kft. Ügyvezetőjeként szeretném bemutatni, hogy honnan is érkeztünk. Először is ugye nagyon sok egyetemi projekt megvalósításban vettünk részt a kutatócsoportunkkal, melyek finanszírozása nemzeti, illetve Európai Uniós szinten történt. Ezek a létrejövő kutatási eredmények viszont úgy ítéltük meg, hogy nem csak akadémiai, hanem piaci értéket is hordoznak, és ezért az egyetemmel karöltve egy spin-off vállalkozásnak a létrehozása mellett döntöttünk, hogy milyen feladatai lesznek a spin-off vállalkozásnak, ugye egy piackutatás, majd utána azon potenciális szolgáltatások azonosítása, amelyek piaci értéket képviselnek, vagy piaci igényekre adnak választ, majd később ezeknek a szolgáltatásoknak a piaci termékké való fejlesztése, és legvégül pedig a hasznosítás, tehát az üzleti eladás a különböző piaci szereplőknek. Hogy mi is a mi cégünknek, a Drive by Cloudnak az üzenete vagy a tevékenysége, egy olyan felhő alapú, teljes értékű szolgáltatást szeretnénk, információs szolgáltatást fejlesztünk, amely az autonóm járművek segítségére, illetve adott esetben működtetésére is szolgál, és ehhez pedig különböző intelligens infrastruktúra elemeket használunk fel. Milyen problémákra adunk választ ezzel a rendszerrel? Ugye el lehet képzelni egy olyan, vagy hát úgy mondom, hogy jellemzően ma nagyon sok autonóm rendszer működik, de ezek önállóan működnek, egymással nem kooperálva, emiatt viszont nem érkezik be sok esetben a megfelelő döntéshez szükséges összes információ. Képzeljünk el egy olyan kereszteződést, ahol a külső sávban egy nagyobb autó áll, a belső sávban érkezik az autonóm jármű, van egy gyalogos átkerőhely, és a nagy autó kitakarásában érkezik a gyalogos. Az érkező járműnek esélye nincs a saját műszereivel detektálni a gyalogost. Ezzel szemben, hogyha felülről ránézünk a kereszteződésre, akkor már is az összes információ birtokában vagyunk, ezt le tudjuk küldeni a gyalogosnak, illetve az autonóm járműnek, és ezáltal tudjuk növelni a biztonságot, vagy biztonságosságot. Hogy milyen szolgáltatásokat és min alapul ezek a szolgáltatások, azt engedjék meg, hogy bemutassam. Először is a platformunk neve a Central Cloud System, vagy hogy mi emlegetjük a központi rendszer, amelynek az valódi képessége az, hogy egy valós időben hozza létre a valóságnak a digitális ikertestvérét, és ezáltal ebből az összegyűjtött információból származtatunk nagyon sokféle szolgáltatást, amikkel majd gyorsan végig is megyünk. De először bemutatnám, mi is az a digitális iker koncepció. A digitális ikerben jellemzően megvan a háromdimenziós pontfelhőből az a HD map, vagy nagypontosságú alaptérkép, amit a globális világkoordináta rendszerhez fölteszünk, illetve erre a térképre helyezzük föl a különböző szenzorok, amik lehetnek fixen telepített infrastruktúra szenzorok, vagy lehetnek a járművek, különböző járművek szenzorainak az információit, és az információból a detekciókat, ezáltal a forgalom dinamikus résztvevőit, tehát autókat, gyalogosokat, általános járműveket, vagy például különböző átmeneti jelenségeket is föl tudunk tenni, és ezáltal minden információnak a birtokában leszünk. Ha miénk az információ, mire használjuk, tudunk távoli irányítást megoldani, vagy teleoperáció segítségével, amikor valaki egy teleoperáló központban távolról irányít egy járművet, vagy pedig teljes autonóm irányítást megvalósítva, ekkor, mint itt a jobb alsó sarokban látható, egy tesztautót voltunk képesek távolról irányítani egy U-alakú előre meghatározott pályán, oly módon, hogy a tesztautó önmagáról semmilyen információt nem küldött, csak is
a három darab letett ideiglenes állomásból jövő információ alapján érzékeltük az autót. Képesek vagyunk még kiterjesztett valóságú teszttámogatásra, ez alatt azt kell érteni, hogy adott esetben plusz digitális objektumokat injektálunk a VET-be, vagy az ő rendszerébe, tehát a tesztautó rendszerébe. A tesztautó ezen objektumok hatására úgy viselkedik, mintha azon objektumok valós objektumok lennének, ezáltal a nagy kockázatú tesztszituációk biztonságos módon megvalósíthatóak. Ugye, hogyha visszagondolunk az előző diára, az autonóm irányításra, akkor pedig az újrajátszás, tehát a reprodukálhatósági képesség is nagy mértékben támogatott. Referencia adatot tudunk generálni az Alazón járműipari tesztpályán, most folyamatban van ennek a szenzorrendszernek, illetve a DBC rendszerének, tehát a Drive by Cloud rendszerének, központi rendszerének a kitelepítése, melynek segítségével a teszt jelenet az rögzíthető, és az információk kinyerhető, hogy melyik pillanatban melyik objektum hol volt. Ezekkel az információkkal a tesztautó által gyűjtött adatok összehasonlíthatóvá válnak, amely nagy segítség a járműtesztelések során. Az M1-M7 közös bevezető szakaszára van folyamatban a szenzorok kiszerelése, illetve a rendszer beüzemelése. Itt a munkálatok elkészülte után képesek leszünk a teljes forgalmat megfigyelni, az összes dinamikus objektumról információt gyűjteni, és ezáltal olyan forgalmi jeleneteket leszünk képesek felismerni, amelyek nagyon ritkán fordulnak elő, és ebből egy adatbázist tudunk majd előállítani, mely adatbázis a különböző fejlett vezetést támogató funkciók fejlesztőinek nagyon nagy értékkel bír. Képesek vagyunk olyan területeket monitorozni, ami mondjuk egy kicsit védettebb jelleget képvisel. Így módon behatolást érzékelünk, ellenőrizni tudjunk, vagy járőrözni tudunk különböző mobil platformokkal, legyen az akár egy egyszerű autó, vagy egy drón, vagy egy különleges jármű, vagy különleges lánctalpas jármű. A behatolókat detektáljuk, a megfelelő platformokat elfogópályára állítjuk, és biztosítjuk azt, hogy a behatolás az minél rövidebb időn belül megszűnjön. A drónok azok képesek kikísérni, illetve a mobil platformok képesek kikísérni a járműveket az őrzött területről, és majd utána, nem járműveket, a behatolókat, és a behatolók eltávozása után pedig a járművek visszaállnak vagy az eredeti startpozíciójukra, vagy pedig az ő saját őrpályájukra. Hogy milyen potenciális üzleteket vagy üzleti lehetőségeket azonosítottunk, először is az intelligens közlekedési rendszerben, az említetteken kívül még képesek vagyunk detektálni rossz irányba való haladást. Ennek felismerését követően figyelmeztető üzeneteket tudunk küldeni akár a többi közlekedés résztvevőnek, akár magának a járműnek, hogyha erre alkalmas, aki a rossz irányba való közlekedést elköveti. Ugye védelmi feladatokat tudunk ellátni, akár egy magánipari területnek a védelmét, megfigyelését, vagy akár határvédelmi feladatokat is képesek vagyunk elvállalni. A mezőgazdaságban tudunk mondjuk permetező drónrajt vezérelni, illetve nehézgépeket, mezőgazdasági nehézgépeket teleoperálni, illetve autonóm vezérelni attól függően, hogy mi az igény. Ugye a test support témát érintettem, illetve az intelligens közlekedési rendszer és a test supportnak a, mondjuk azt, hogy a szinergiájából adódik az az adatbázis csomag, amit képesek lehetünk előállítani a felismert szenáriók alapján, ami nagy értéket képvisel a járműfejlesztésben. Hogy milyen versenytársakra számíthatunk a kilépéskor a piacon. Először is van az Alplab, aki egy osztrák intelligens jármű tesztelő központ. Az Alplab mögött ott áll az AVL, a Magna, a Johanneum Research, a TU Graz, illetve a Virtual Vehicle cégek. A Providencia, aki szintén egy versenytárs,
emögött a német közlekedési minisztérium áll, úgyhogy nekik is van forrásuk. Az IBM, aki ugye egy információtechnológiai mamut cég, akik szintén egy olyan magas szintű adatanalitikát próbálnak digitális sikerrel megoldani, ami majd később mondjuk biztosítótársaságoknak lehet érdekes. Hogy ezekhez képest mi a mi előnyünk? Hát jellemzően az, hogy a mi rendszerünk nagyon moduláris, nagyon flexibilis, rengetegféle technológiával nagyon könnyen tudunk interfészelni, és az említett szolgáltatásokat mind egy darab rendszer képes kielégíteni, úgyhogy ezért vagyunk mi elég különlegesek a piacon. Hogy mi a távlati célunk a céggel? Szeretnénk a core rendszernek a termékérettségi szintjét növelni, utána pedig feltérképezni a piacot, hogy melyek azok az igények, amelyek a mi szolgáltatásainkkal kielégíthetőek, majd ezen eredményeket felhasználva azonosítani azt az egy-két szolgáltatást, amelyet piaci termékké fogunk fejleszteni, a piaci termékké fejlesztést követően pedig a marketing, illetve a termékeladási céljainknak a beteljesítésén fogunk dolgozni, és mindeközben párhuzamosan pedig befektetési vagy befektetői köröknek fogjuk az érdeklődését felkelteni. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és esetleg, ha van még kérdés, azt nagyon szívesen várom, illetve beszélgessünk tovább. Jó. Köszönjük szépen az előadást! Kérem szépen a színpadra Borbély Viktort, a BMAZ alapító tagját, üzletfejlesztési tanácsadót, aki a különböző üzletfejlesztési programokról fog nekünk egy kicsit mesélni. Fogadják szeretettel. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Kicsit több emberhez vagyok szokva, az előadásaimon többen szoktak ülni, de azért remélem sikerül néhány percre jó hangulatot teremtenünk. Kollégám Jó Attila egy korábbi előadásban már beszélt a nagy átalakításról. Én azt gondoltam, hogy érdemes a mostani pitchet erre a nagy átalakításra felfűzni. Ennek a nagy átalakításnak van néhány olyan dimenziója, ami bennünket a fieken belül a BME AS csoportot érint. Hogyan érint bennünket, és mi is igazából ez a nagy átalakítás? Mivel foglalkozunk mostanában? Mik a terveink a jövőre nézve? Nézzük ezt meg. Több aspektusa van a munkánknak, amit érdemes végigvennünk. Az egyik legfontosabb ilyen aspektus, hogy milyen típusú projektekkel, milyen típusú csapatokkal foglalkozunk. Hármat érdemes kiemelni, a nevünket is gyakorlatilag így hoztuk létre. A BME AS név az egy betűszó tulajdonképpen. Az U betű a University, és az S a köbön, az pedig három darab S-re utal, a spin-offokra, a startupokra és a startup stúdiókra. Mi ez a három modell igazából? Vélhetően érdemes a startupokkal kezdeni, mert arról nagyon sokat tud mindenki. Mondhatnánk, hogy a csapból is a startupok folynak. A startupok általában nagy növekedésű potenciállal rendelkező csapatok, gyakran nem is cégek még, csak később válnak céggé, jellemzően nemzetközi piacra lőnek, igyekeznek valami nagyon egyszerű termékkel minél gyorsabban piacra lépni, és ebből sikert teremteni. A startupok nagyon gyakran fiatalok által létrehozott vállalkozások, éppen ezért a műegyetem nagyon erős startupokban. Nagyon sok startup keletkezik az egyetemi hallgatók között, tehát nem keletkezik, hanem létrehozzák azokat. A tapasztalat az, hogy a startupok között nagyon magas a halálozási arány. Ennek nyilván több oka is van. Az egyik legismertebb és általunk elég hamar fölismert ok, az, hogy általában nem vizsgálják meg eléggé a piacukat, tehát nem derítik fel a piacukat, és nem validálják időben az ötletüket. Tehát a startupok számára általában ötletvalidálással, üzletfejlesztéssel segítünk, hogy sikeresebbek legyenek, és a túlélésre nagyobb esélyük legyen. Ami talán nem annyira triviális, hogy mik azok a spin-offok. A spin-offok jellemzően valamilyen vállalkozás mellett létrejövő leányvállalatok szoktak lenni. A műegyetem elképesztően erős az elmúlt 100 évben akár a saját találmányokban. Az egyetemi kutatók, az egyetemi oktatók nagyon-nagyon sok értéket hoztak létre az elmúlt 100 évben, vagy akár régebben is. De nagyon gyakran ér bennünket az a vád, kutatókat, hogy mi igazából a fióknak dolgozunk. A BME AS-nál az egyik legfontosabb célunk, hogy ezen a
kicsit bántó sztereotípián változtatni tudjunk. Az a célunk, hogy a kutatókat becsatornázzuk a munkánkba, és mostantól nem a fiúknak, hanem a fieknek fognak dolgozni. Azokat a találmányokat, azokat az ötleteket, amiket úgy látjuk, hogy gazdaságilag, üzletileg értelmezni lehet, azokból vállalkozásokat építünk, és kivisszük őket a piacra. Ugye ezek a spin-offok jellemzően nem végfelhasználóknak, hanem általában ipari szereplőknek tudnak megoldásokat, alkalmazásokat, eszközöket szolgáltatni és nyújtani, fejleszteni. Egy komoly probléma van a spin-offokkal, az pedig az, hogy mivel jelentős értékű iparjogvédelem kell mögéjük, lényegesen hamarabb kell létrehozni céget, vállalkozást mögöttük, mint általában a startupok esetében. Éppen ezért azt szoktuk mondani, hogy túl korai fázisban kell elkezdeniük üzletileg gondolkodni. Erre jellemzően nem alkalmasak maguktól ugyanállóan a kutatóink, mert általában tudományos gondolkodásúak, nem üzleti gondolkodásúak, tehát a spin-offok számára abban kell segítenünk, hogy ebből a nagyon korai szakaszból, fázisból valamilyen módon üzleté tudjanak válni. Be kell vinnünk a spin-offokba az üzleti gondolkodást. A spin-offok esetében egy fontos szempont még, hogy részben egyetemi tulajdonúvá válik, tehát azon dolgozunk, hogy az egyetem valamilyen módon minél hamarabb és minél nagyobb mértékben, minél jobb megtérüléssel visszakapja mindazt az energiát, időt és nem utolsó sorban pénzt, amit beleölt ezekbe a találmányokba, amelyekre a spin-offok alapulnak. A harmadik projektforma talán a legérdekesebb, legizgalmasabb és a legkevésbé ismert. Az egyik legfontosabb célunk az, hogy a fiek az egyfajta interfész legyen a külvilág számára. Az Open University elmélet, idea nagyon fontos számunkra is. Azt vettük észre, és azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sok olyan ötlet keletkezik kívül, az egyetem falain kívül, ami azért nem tud megvalósulni, mert egész egyszerűen nincs meg hozzá megfelelő technológiai tudás. Nincs meg hozzá mindaz a kompetencia, nevezzük így, ami ahhoz kéne, hogy az ötletet valójában létre lehessen egyáltalán hozni, meg lehessen csinálni. A stúdió modell lényege az, hogy ha az ötletgazda eljön hozzánk, akkor részben a műszaki kompetenciával kiegészítjük az ötletgazdát, részben pedig mindazt a személyi állományt, mindazt a csapatot mellé tesszük, amivel aztán a terméket ki lehet fejleszteni, és ki lehet vinni a piacra. Egy ilyen esetben egyébként a BME, az egyetem, akár többségi tulajdonosa is lehet a cégnek, hiszen nagyon-nagyon-nagyon sok erőforrást kell mögé tenni, hogy sikerre lehessen vinni egy ilyen projektet. Egy másik aspektusa a munkánknak az, hogy milyen jellegűek ezek a segítségek. Tulajdonképpen előre lelőttem a legtöbb poént, de mégis érdemes egy picit beszélni róla. A nagyon korai fázis, amit emlegettem, az együtt jár azzal, hogy ezek az ötletek önmagukban gazdasági, üzleti szempontból még életképtelenek. Ugye, mint a koraszülött gyerekeket, akiket inkubálni kell, ezeket a vállalkozási ötleteket, ezeket a projekteket is inkubálnunk kell. Ez azt jelenti, hogy odáig kell őket fejlesztenünk, hogy a saját lábukra tudjanak állni, életképessé tudjanak válni. Egy következő lépés ennek a feladatnak, amikor már a vállalkozás elindult, már van terméke, akkor pedig valamilyen módon fel kell őket gyorsítani. Maradva a gyermeki példánál, én 3 gyermekes családapa vagyok, úgyhogy van némi tapasztalatom a gyerekekkel. A két lábon járás után jön az, hogy kitalálja a gyermek, hogy elkezd biciklizni, rollerezni, görkorcsolyázni. Tehát valamilyen módon, gyorsabb módon szeretne közlekedni, nagyon vonz bennünket a sebesség. A startup vállalkozások, spin-offok esetében is nagyon fontos ez a történet. A globális piacokon nagyon gyakori a siker azon múlik, hogy a megfelelő időzítéssel, a megfelelő sebességgel tud-e egy vállalkozás növekedni. Tehát a már piacra lépésre kész vállalkozásokat gyorsítanunk kell, ez az acceleráció. Ahhoz, hogy ezek működjenek és jól működjenek, ahhoz üzletfejlesztést kell végrehajtani, ehhez nyújtunk a fiekben segítséget. Nagyon fontos eleme ennek a munkának, hogy azon dolgozunk, hogy a legtöbb karral, ha lehetséges, akkor kooperációban tudjuk ezeket az üzletfejlesztési feladatokat végezni. Nyilván kézenfekvő, hogy az egyik legfontosabb partnerünk ebben a gazdaságtudományi kar, és azon belül a menedzsment tanszék. Az ő állományukkal, illetve én is oda külsősként betanítok, a mi állományunkkal nagyon sokat dolgozunk azon, hogy ezek a projektek minél sikeresebbek és minél életképesebbek legyenek. Emlegettem azt, hogy a
Startupok esetében a halálozási arány magas, és hogy ennek az egyik legnagyobb oka a validálás hiánya. Egy olyan projektnél, amiben adott esetben lehetséges, hogy 100 milliókat, és lehet, hogy évtizedeket belefektetett az egyetem, nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy elbukjunk. Tehát mindennél fontosabb az, hogy a piaci validáció érvényes legyen, erős legyen, a megfelelő időben megfelelő módszertannal legyen lebonyolítva. A FIEK tevékenységében az egyik legfontosabb, most már elindított láb az az, hogy korai fázisban már segítünk abban, hogy a piaci validáció és a piac felderítés sikeres legyen. Ez azonban általában nagyon drága. Tehát a piackutatásnak az egyik legnagyobb rákfenéje az, hogy ha jól akarja az ember csinálni, akkor csináltatni kell valakivel, ami sokba kerül. Van azonban néhány olyan módszertani megoldás, amivel át lehet hidalni ezt a problémát. Ezeket szoktuk do it yourself market research módszertani elemeknek, eszközöknek nevezni. Tehát egyik ilyen szolgáltatásunk az, hogy megtanítjuk a kutatóknak, a startupereknek, spin-offereknek, hogy hogyan tudják saját maguk azokat a kezdeti validációs lépéseket végrehajtani és meglépni, amelyek egyébként nagyon-nagyon sokba kerülnének, hogyha piaci szolgáltatásként vennék igénybe. Egy harmadik és végső aspektus, hogy hogyan, milyen módon manifesztálódnak ezek a tevékenységek. Különböző programokat, eseményeket, eseménysorozatokat szervezünk, illetve, hogy emlegettem, a gazdaságtudományi karral közösen az oktatási tevékenységbe, az egyetemi oktatási tevékenységbe is beszálltunk. Most azt hiszem, hogy a versenyekkel érdemes kezdeni, mert az egyiknek aktualitás, illetve kettőnek is tulajdonképpen aktualitása van. Egyik büszkeségünk, van egy olyan verseny, aminek az a neve, hogy Dunakupa, Danube Cup. Ez 7 éve alapította közösen a Műszaki Egyetem és a Corvinus Egyetem. Idén nagyon nagy öröm ért bennünket. A magyarországi döntőt is egy műszaki egyetemi csapat nyerte meg, a Jelit. És ami még soha nem történt meg, a nemzetközi döntőben a magyar csapat, a Jelit elhozta az aranyérmet, a győzelmet is nekünk. Ez a tevékenység már, vagy az ő nyerésük is tulajdonképpen jól mutatja azt, hogy érdemes a fiekkel együtt dolgozni, érdemes hagyni, hogy a fiek segítsen. A Jelitnek a pitch felkészítésében jelentős energiákat fektettünk be a fiek oldaláról. Egy másik verseny, ami most következik 12-én, mesterséges intelligencia témájú pitch versenyt rendezünk. Ez az épületben lesz a 10. emeleten. A célunk az, hogy az épületet azt fölhelyezzük a magyar startup és innovációs ökoszisztéma térképére. Nyilván ehhez oda rendezvényeket kell szervezni. Az első komolyabb ilyen saját szervezésű rendezvényünk lesz, ez az AI Pitch Competition, 12-e hétfő. Még nevezni is lehet rá, és még lehet jelentkezni nézőnek is. Egészen nyugodtan a jelenlévőknek is javaslom, hogy jöjjenek el. Az oktatási tevékenységben két programot érdemes kiemelni. Jelenleg is zajlik egy 5-7-es, nagyon intenzív, korai fázisú, ötletfázisú csapatokat inkubáló programunk, ezt Business Express programnak neveztük el. Ezt a modellezéstől a do-it-yourself piacfutatási módszereken keresztül a piacra lépésig fedi le azokat a legfontosabb lépéseket, amikre szüksége van egy startupnak a sikerhez. Ezt a programot jövő ősztől fél évessé tesszük, és közösen a GTK oktatóival fogjuk oktatni, kredites tantárgyként is, és a részt lehet venni külsősöknek, külső csapatoknak is, és nyilván a hallgatók számára is nyitott lesz. És egy másik, egy utolsó, egy kicsit magasabb szintű, professzionálisabb szolgáltatás lehet az, amit a jövőre nézve tervezünk bevezetni, ez pedig a Business Fastlane program. A Business Fastlane program az a szintén GTK-n bonyolított Executive MBA hallgatók bevonására épít. Az Executive MBA az egy 4 fél éves képzés, az MBA, és ezen belül a 3.-4. fél év egy úgynevezett specializációs fél év. Ott az egyik szakirány az mi vagyunk, akik innovatív vállalkozások indítását és működtetését tanítjuk.
Ebbe a programba tudunk bevonni külső projekteket, mert a hallgatók azt jelezték, hogy a saját ötleteik mellett nagyon szívesen dolgoznának külső, valódi húsvér emberek által kitalált projekteken is. Éppen ezért startupokat is és külső nagyvállalati projekteket is be tudunk vonni ebbe a programba. Ez tehát két fél éves hosszú program. Ennek a korábbiakban elmondottakhoz képest egy nagyon komoly erőssége van. Itt nem csak megtervezzük a piackutatást, hanem ebben a két fél éves programban végre is hajtjuk. Tehát azok a projektek, amik végigmennek a Business Fastlane programon, azok a piacfelderítés és az üzleti ötlet validálásán is átesnek. És akkor zárszóként a következő blogban, ami utána jön, néhány olyan csapat fog bemutatkozni, akik így vagy úgy, de kapcsolódnak a mi tevékenységünkhöz, akiknek a felkészítésében, sikerében már mi is ott vagyunk a fieknél dolgozó BMEASZ csapat. Különböző kategóriájú, fázisú, érettségű csapatok vannak itt. Ugye előttem beszélt pont Vince Zsolt, ő a kettő idén májusban megalapított spin-off közül az egyik. A másik spin-offunk éppen az Alazónon demozza a fejlesztését. Érdemes azért róluk is mondani egy-két szót. Ők autonóm autó vagy járművezetéssel foglalkozó vállalkozás szintén, az iMotion Drive. Annyit érdemes tudni róluk, hogy tulajdonképpen egy kipörgésgátló pluszt fejlesztenek, tehát azt tudják megoldani, hogy amikor egy jármű már megcsúszik, már úgymond a mai tudásunk szerint irányíthatatlan, ők akkor is képesek a járműt kontroll alatt tartva tovább irányítani. Vannak olyan csapataink is, akik még a korábbi, a BMEASZ előtti inkubációs tevékenység eredményeként születtek meg és lettek sikeressé. Meghívtuk ma ide a Respray csapatát, ők nem tudtak eljönni, más egyéb elfoglaltságuk miatt ez most derült ki. A jelenlévők vélhetően hallottak már róluk, most azt hiszem, hogy a Rossmann üzlethálózat boltjaiban egyre másra nyílnak meg azok az automaták, ahol spréket lehet újra tölteni. Tehát nem a környezetszennyezést, hanem a környezetvédelmet támogatják ezzel a projekttel. Vannak olyan csapatok, akik már a stúdió modellben lesznek vélhetően fejlesztve, külső ötletek, ilyen az Eva Vision, aki fog majd prezentálni nekünk, és két olyan csapatot is meghívtunk mára, akik az MBA programban vettek részt. Két olyan csapatot, akik végigcsinálták már, az egyikük idén, ők egy klasszikus mezőgazdasági vállalkozást fognak bemutatni, a másik csapat tavaly végzett az MBA-n, ők azért izgalmasak, mert ők egy nagy vállalaton belüli intrapreneurship jellegű vállalkozást mutatnak be. És a legfrissebb, mondhatnánk azt, hogy gyors talpaló programunkból, a Business Express programból is bemutatunk egy csapatot, a Five Guys-t, ők drón technológiával foglalkoznak, és szerencsére megérkezett az a csapat is, akit az előbb emlegettem, a Danube Cup győztese, a Jelit. Arra kérem önöket, titeket, hogy fogadjátok nagy szeretettel őket. Fel, persze, természetesen. No, hát akkor legyen az első a Jelit, mert azt hiszem, hogy nekik nagyon kell igyekezniük. És akkor kérem a technikai segítőket, hogy az ő prezijüket nyissuk meg. Nagyszerű, köszönöm szépen. Az angol pitcheteket mondjátok el, srácok? Oké. Akkor ez a pitch angol nyelvű lesz, mert a Danube Cup is angol nyelvű verseny, pitch verseny, úgyhogy fogadjátok nagy szeretettel őket. So, hello everyone. Climate change, drought and 8 billion people living on the planet are only some of the issues that modern agriculture is facing. Our innovation, Jelit, combats these hardships as a novel fertilizer and soil conditioner with a dual function. One of Jelit's components is an abundant natural resource, animal waste, which provides essential organic nutrients for plants. Furthermore, due to Jelit's water-retaining formula, it's able to swell up with water in the soil, reducing evaporation rate and also how frequently farmers need to water their crops.
However, Gelit is our innovation, but our main product is its manufacturing infrastructure. We want to sell the Gelit manufacturing infrastructure to farms, primarily, that keep animals and also grow crops to feed them. We want to enable them to produce their own quality fertilizer locally using their own waste streams, promoting local self-sufficiency. We want to sell the Gelit manufacturing infrastructure and provide continuous support operating it in a razor and blade business model fashion with an added value ingredient, our secret sauce that can be purchased from us and is also our main source of revenue. So far, we have conducted around 24 validating interviews and have concluded that this approach makes sense both ecologically and, more importantly, market need-wise. So what are the advantages over conventional fertilizers? Chemical fertilizers require water to function, and even then, their effect is an explosion of substrate versus Gelit's controlled and continuous supply. It not only helps save water, but its production has orders of magnitude smaller ecological footprint as no petrochemicals are involved. Our MVP is currently being developed under the supervision of an extensive advisory board consisting of scientific, technological, and business experts. We have our first agreement for piloting the technology in Hungary, as well as conducting open field tests. So what's next for us? After the pilot technology is proven, we are expanding to countries that have faced similar droughts as Hungary last year, such as Germany, Italy, or France. Our team has combined expertise from various scientific fields, and we are proud to be working with sustainable innovation. By choosing Gelit, farmers can not only take a step towards circular agricultural practices, but they can also reduce their dependency on the fluctuating weather conditions or the unpredictable fertilizer market. If you are interested or have anything to add or have any question, I encourage you to get in touch with us, and thank you for your kind attention. Köszönjük szépen. Legyen a következő csapat akkor a Grape AI. Ők az idei MBA hallgatóiból alakult csapat. Pintér Róbert. Szeretettel üdvözlök mindenkit, és köszönöm a lehetőséget, hogy ilyen nagyszerű rendezvényen mutathatom be az MBA Vállalkozásfejlesztés Egyetemi Csoportunk munkáját. Én Pintér Róbert vagyok a Grape AI csapat képviseletében, és ez a csapat, amellyel mi borászatok és szőlészetek számára kínálunk növényvédelmi alternatívát, mégpedig drónszolgáltatást, ami szőlőbetegségek mesterséges intelligenciával történő diagnosztizálására és a lehetséges légi beavatkozásra ad javaslatot, illetve megoldást. Hogy mi motiválta az ötletünk megvalósítását? Természetesen, hogy a szolgáltatásunk értékesítéséből pénzt keressünk, de nyilván az ötlet mögött fontos szakmai szempontok is húzódnak, ennek megismeréséhez pedig elég csak visszatekintenünk a 2014-es évhez, amikor a saját szőlőtermésem 90%-át elpusztította egy későn észlelt lisztharmat peronospora tünetegyüttes és fertőzés, de szerte az országban rengeteg kollégám járt így, ezért is vonult be a köztudatba ez a 2014-es évjárat az egyik legrosszabb vörösbor évjáratnak, ami a mai napig problémát okoz ezen évjáratú vörösborok értékesítésében. De ez csak egy példa sok közül természetesen. A jelenlegi eljárás az az, hogy a nagyobb szőlőtermelők növényorvost fogadnak, akik hagyományos bejárás során mérik fel a szőlőleveleken a pillanatnyi állapotot, és adnak javaslatot. A kisebb szőlőkben a gazdák rutinból próbálnak megpermetezni, néha elégtelenül, de nagyobb probléma, hogy sokszor teljesen feleslegesen. A mi módszerünk, felhasználva az előrejelző rendszerek, az IoT előrejelző rendszerek jelentéseit is, automata képalkotó bejárást végez drónnal, az adatokat válogatja, klaszterez, tanul, riportál, és ad validált javaslatot a növényvédelmi beavatkozásra. Kulcsszó tehát a korai felismerés,
és a korai beavatkozás, és a kevesebb kijuttatott permetszer miatt a környezetvédelem. A piackutatásunkat tehát a fentieknek megfelelően az alábbi hipotézisekre építettük. Az első az volt, hogy van elég vevő, aki majd hajlandó fizetni egy ilyen szolgáltatásért, és igen, a piackutatásunk és az interjúk bebizonyították ezt, hiszen nagyon sok szőlész kérte, hogy teszteljük és fejlesszük náluk a termékünket. Ez nekünk már önmagában is egy jó visszaigazolás, de a szolgáltatás nem csak magyar piacra, tehát nem csak belföldre szánjuk, első lépésben európai szőlőtermővidékek specifikus betegségeire és tápanyaghiányos állapotaira is optimalizálunk. Második hipotézisünk az volt a piackutatás során, hogy kevés a tapasztalt szakember, de ők is kiöregednek. Igen, a növényvédelmi szakemberekkel készült mély interjúk során bizonyítást nyert, hogy kevesebben lépnek be a szakmai piacra, mint ahányan a nyugdíjba vonulásuk miatt elhagyják azt. A harmadik hipotézisünk az az volt, hogy van elérhető technológia ennek a megvalósítására, és igen, a szekundár kutatás desk research fázisában kiderült, hogy van elérhető AI modul és drón is, amit más iparágakban használnak már, ezért nekünk is van hova nyúlnunk a termékfejlesztésünk során, de ez a tézis az interjúk során is bizonyítást nyert. Ha a pénzügyi tervet nézzük, már az első évben meg tudjuk termelni a működtetési költségeket és a munkadíjakat is, ezért pozitív szaldóval zárhatunk, és így a 35 milliós befektetésünk kb. A harmadik év közepén meg is térül. Jól látható, hogy a hektár lefedettség bővülésével az eredményünk egyenes arányban nő, és hogy a magyar területek már 5%-os lefedésével mértékadó bevételt tudunk elérni. Nagy hangsúlyt fektetünk viszont a közép- és hosszú távú szerződések kötésére, hiszen a szezonális szolgáltatásunk tervezhetőnek és fenntarthatónak kell, hogy maradjon. Ami fontos még, hogy ez a komplex szolgáltatás még így is olcsóbb, mint egy növényvédelmi szakember hektárdíja. Csapatunknál nem volt nehéz elosztani a szerepeket, hiszen a tagjaink az ipari kutatásfejlesztésben, a repülőiparban, de még a szőlőtőkék és a boroshordók között is említésre méltó időt töltöttek el, ezért ott otthonosan mozognak, és nagy lelkesedéssel dolgoznak a vállalkozásunk sikerén, és mindannyian a GTK MBA szakának végzős hallgatói vagyunk, és az ő nevükben is köszönöm a figyelmüket, és azt, hogy meghallgattak minket. Akkor a következő a tavalyi MBA-s hallgatónk, Török Balázs. Nincsen csapatnév igazából, cégnevet majd ő mond. Mi úgy neveztük magunk között, oktatók között, hogy ők voltak a videó csőgörény csapat. Hamarosan ki fog derülni, hogy miért. Köszönöm. Szervusztok és üdvözlöm a kedves hallgatóságot. Ahogy Viktor az előbb bemutatott, Török Balázs vagyok, a Xylem magyarországi lányvállalatának üzletág vezetője, és az általam az MBA képzésre behozott projekt az egy vállalaton belüli portfólió bővítés megszervezése volt, mert már ez befejezett stádiumnak tekinthető. Gyakorlatilag a vállalat az egy víz és szennyvíz iparban működő cég. Ennek megfelelően a portfólió bővítés is ide tartozik. Egy új technológiát akartunk behozni a regionális piacra. A megcélzott probléma az alapvetően az, hogy a cső hálózat infrastruktúra átlag életkora az meghaladja a 70 évet a régiónkban, és ezáltal a sérülékenysége és az ellátásbiztonság is igen nagy veszélyben van, valamint a hálózati veszteség, vízveszteség is jelentős, néhol a 40%-ot is meghaladja, tehát minden egyes elfolyt literrel ki nem számlázott pénz veszít gyakorlatilag az üzemeltető. Illetve beszélő adat, hogy kilométerenként
1,41 darab feltárt csőhibát vagy csőtörést regisztrálnak az üzemeltetők átlagosan, és ez csak a feltárt érték. Ez az a probléma, amit meg akarunk célozni. Itt vannak az eklatáns képek, hogy mit nem szeretnénk látni. Valószínűleg sokan emlékeztek, hogy néhány évvel ezelőtt itt a Gellért téren is a BMCH épület alaksora úszott. Ezt céloztuk meg. Erre kínál a cég több ilyen csőben szabadon úszó állapot felmérő eszközt, szondát. Ezek már gyakorlatilag szabadalmaztatott technológiái a cégnek. Alapvetően olajipari háttérre, tehát az olajiparban ez már egy bevett technológia, ennek az implementálása a tiszta vizes közegre ezek a szondák. Ezek megmutatják gyakorlatilag, hogy hol vannak a szivárgó pontok és a korróziós pontok egy csővezetéken belül, valamint csőanyagtól függően fémes anyagú csöveknél egy ilyen hőtérkép, korróziós állapot értékelést is adnak a cső akkori állapotáról. Továbbá sokszor probléma az, hogy sűrűn beépített területeken nincs jól regisztrálva az, hogy hol fut gyakorlatilag a cső, tehát itt például Budapest belvárosában is vannak olyan csövek, amik 120-130 évnél idősebbek, és ezek geodéziailag még nincsenek jól bemérve. Egy építkezés alatt ez óriási pluszköltség lehet, hogyha találnak egy működő, ám de nem várt csövet valamilyen terület alatt. És nyomvonal térképezést is ezért képesek ezek a szondák megcsinálni. Ez az volt az a projekt, amit én behoztam az MBA kötelékeim belül, és sikerült is egy csapatot toboroznom magam mellé, és mindenki egy kicsit más-más nézőpontot hozott a csapatba, így a szinergiákat ki tudtuk használni. Tehát mi is volt az értékajánlat dióhéjban? Ugye azonosítjuk azt a kevés százalékát a csöveknek, ahol valóban beavatkozásra van szükség, mert a gyakorlat azt mutatja, hogy egy csomó csövet úgy cserélnek ki az üzemeltetők, hogy ott még van a hasznos élettartamból hátra, és hát nyilván beavatkozunk és rehabilitáljuk, mielőtt még havárja történhetne, és segítünk egy ilyen megelőző karbantartási tervet is kialakítani az üzemeltetőknek. Továbbá a mérések alapján a csövek 96%-a az még jó állapotban van, tehát van még hátra a hasznos élettartamával, ezért is az egyes pont a legfontosabb. Mit tettünk, hogy sikerüljön piacra lépni? Egyelőre elsőre fel kellett mérnünk az elérhető piacot. Magyarországon 39 közműszolgáltató működött a mérés időpontjában, azóta voltak egyesülések, illetve opcióként jelentős csőinfrastruktúrával rendelkező ipari szereplőket is megjelöltünk, valamint indult egy pilot projekt is a Balaton felvidéken, ahol egy ilyen 3,5 kilométeres szakaszt önköltségen végigvizsgáltunk, és itt a vizsgálat alatt elég súlyos értékeket sikerült produkálnunk. Megközelítőleg majdnem 80 millió forint volt az éves ki nem számlázott vízveszteség, és ebben még az energiaköltség nem is lett beleszámolva, mert ugye a szivattyúk üzemeltetése az további energia, minden egyes csepp hálózatba táblálása és nyomáson tartása, az többletköltség az üzemeltetőnek. Ezt a pilot projektet, illetve az egész koncepciót egy ilyen PR stratégiával is megtámogattuk, megjelentünk különböző média platformokon, 24.hu portfólió index,
több PR interjút is adtunk, podcastba is elmentünk, és hát nyilván a szakmai konferenciákon és workshopokon is promoztuk a termékeket. Milyen sikerünk lett? Eddig, illetve bocsánat, tavaszig 152 millió forintot realizáltunk ezen technológiák segítségével árbevételbe, illetve hát most Csehországban van három futó projektünk, ami további 80 millió forint árbevétel lesz majd egy pár hét múlva. Érdekes, hogy az árbevételünk nagy részét azt nem Magyarországon realizáltuk, hanem az EEC régió többi országaiban. Hát ez többek között azért is van így, mert a magyar közműszektor helyzete az anyagilag elég instabil, úgyhogy sokkal egyszerűbb volt a kisebb ellenállás irányába a régió más országaiba projekteket nyernünk. Mi lehetett az úgymond key takeaway ennek az egésznek a kezdeti sikeréhez? Az első és legfontosabb az az, hogy volt egy meglévő vevőkörünk, illetve egy kiépített disztribútori hálózatunk, mivel ez a multicég, akit én képviselek, különböző más termékvonalakon már 14 milliárd forintos árbevételt realizál nagyjából évente. Úgyhogy ezt bővíteni, ez, hogy is mondjam, egy könnyebb feladat volt, mint egy startupként a nulláról indítani. Volt egy belső és egy külső drive is arra, hogy több lábon álljon a cég az árbevétel tekintetében, illetve van egy ilyen taking ownership attitude, tehát egy intrapreneurship-et támogató vezetői nézet is a cégen belül. Gyakorlatilag előbb-utóbb ez a technológia ideért volna a magyar piacra, de ha én, illetve gyakorlatilag a kollégáim és a csapattársaim ezt sikerült meggyorsítsuk. Nyilván társadalmilag ez egy jelentős, súlyosbodó probléma. Biztos sokan hallottátok, hogy vízhiány van itt a Budapest környéki településeken, és ezért is lehetett ez a PR kampány sikeres. Valamint hát természetesen a stabil vállalati háttér az egy nagyon fontos szempont volt. A regionális kitekintés jelleggel a beachhead megválasztása az alapvetően kritikus volt, mivel, ahogy mondtam, a régió többi országában sokkal kisebb ellenállással tudtuk értékesíteni a szolgáltatást. Én köszönöm szépen a figyelmet. Ha valaki kérdést akar intézni, azt vagy most, vagy egy pár. Nem tudom, szabad kérdezni, vagy... Hát gyakorlatilag a magyar víziközmű szolgáltatók üzemi eredménye nagyjából egy olyan 3 éve tartósan negatív, és tartósan anyagi beavatkozásra szorulnak rá, vagy az önkormányzat, vagy az állam oldaláról. Tehát csak gyakorlatilag olyan jellegű fejlesztéseket hagynak nekik jóvá, ami pótlólagos. Míg a régió többi országaiban ez megelőző jelleggel is tud működni a karbantartás. És továbbá most ebben további ilyen instabilitás várható itthon, úgyhogy még nem látjuk nagyon, hogy a magyar piacon ez hogy fog megoldódni. Én is köszönöm. Köszönjük szépen. Következő csapatunk az Evavision, Imre Krisztián. Hello. Állítólag ez a másik mikrofon is működik, én inkább ezt választanám. Sziasztok! Valószínűleg mindannyiótok látott már látássérültet az utcán,
fehér bottal közlekedni. Biztos vagyok benne, hogy egy pár olyanok is vannak köztetek, aki valamilyen ilyen közlekedési helyzetben segítséget nyújtott látássérültnek. Nem tudom, hogy azon elgondolkoztatok-e valaha, hogy oké, én most segítettem, de akkor innentől kezdve hogy fogja megoldani a hátralévő ráváró út megtételét. Nos, az a meglepő válasz, hogy meglepően egyszerűen, ugyanis a látássérültek és a vakok közlekedése az útjuk legjelentősebb részén teljesen incidensmentes, kivéve amikor néha egy-egy orientációs zavar történik, hogy pillanatra nem tudják, hogy merre induljanak tovább, néha teljesen eltévednek, előfordulnak fejsérülések meglepően nagy számban, és hát szintén egy nem kívánatos esemény bármilyen közúti balesetben való érintettség. Ez egy akkora stresszfaktort tulajdonképpen, hogy a látássérültek 30%-a nem is hagyja el önállóan az otthonát soha. A kérdés az, hogy milyen segítséget nyújthatna számukra a technológia. Elkezdtünk dolgozni egy koncepción, ami erre a négy problémakörre valamiféle technológiai megoldást nyújt. Az orientációra, vagy gépilátás alapú, és vagy szemantikus szegmentáción alapuló megoldás, a navigációra az egyébként ismert és a vakok által is használt okostelefonos GPS navigáció, a fejvédelemre egy külön elképzelés, és a közlekedésre pedig a jövőben kiépülő, itt már többek által említett CITS rendszer, vagy az okos városok adhatnának megoldást. Az eszközünknek a lelke, vagy a rendszerünknek a lelke, az egy szenzorokkal és aktuátorokkal felszerelt interfész. Itt talán a legfontosabb kiemelni, hogy integrált hangszórók vannak, illetve különböző olyan szenzorok, amikkel megvalósítható az érzékszervi helyettesítés, tehát lényegében a külső térinformációt ez szóban közvetítené a látássérültek felé. A rendszer, egy nagyobb, vagy ez az eszköz egy nagyobb rendszer része, ami elosztott számítást is lehetővé tesz, tehát része egy okostelefonos alkalmazás, maga az interfész, a későbbiekben egy hordozható CITS modul, ami tulajdonképpen a jövő állóságát is biztosítja ennek a rendszernek. Ebből elsőre ezt a két eszközt szeretnénk, az okostelefonos alkalmazást és az interfészt megvalósítani, és erről gondoljuk azt, hogy ez a minimal viable productunk. A technológiai megközelítésen kívül azonban vannak más fontos megközelítések, ez a kognitív vagy pszichológiai szempontok. Tehát egyrészt egy ilyen eszközben nagyon finoman kell kalibrálni a kognitív terhelést, éberségi szintet fent kell tartani, tehát nem lehet az, hogy csak erre figyel, csak erre hagyatkozik, mert az biztos, hogy valamiféle balesethez vezet. Természetesen vannak különbségek vak és vak között, tehát itt a személyre szabhatóság mindenféleképpen fontos. A működésnek egy nagyon fontos aspektusa az, hogy ez egy döntéstámogató rendszer, tehát azt mondjuk, hogy te vagy a pilóta, tehát nem mondjuk meg, hogy éppen minden pillanatban mit csinálj. És van még itt egy pár másik, a pszichoakusztikai működés kiaknázása, a nem stigmatizáló, hétköznapi szemüvegszerű megjelenés, és az is egy nagyon fontos része a koncepciónknak, hogy meghagyjuk a fehér botot, tehát nem kívánjuk kiváltani a fehér botot. Hogy ez a probléma, ez mennyire életszerű, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy vannak versenytársaink, az ARX Vision az egy USA-angol fejlesztés, humán operátorokkal dolgozik, gyakorlatilag voice over internet protokollal beköt humán operátorokat egy videóhívásba, és így tudnak segítséget nyújtani. Az Orkem egy izraeli cég, ők szöveg- és tárgyfelismerésben tudnak segíteni, és talán a legújabb a Lumen, egy román startup, az előző kettővel ellentétben ők még nincsenek a piacon, ők szintén a közlekedést kívánják
megoldani ezzel az érdekes formatervezésű eszközükkel. Egy picit beszélnék a piacról, itt nagyon sok a szám, úgyhogy koncentráljunk inkább az alsó sorra, tehát az éves vak asszisztív piac az kb. 4 milliárd eurós, ebből egy 3%-os részt szeretnénk kihasítani magunknak, ehhez ugye egy 120 millió eurós árbevételt kellene elérnünk, és ezt tulajdonképpen 40 ezer felhasználóval meg is tudnánk valósítani. A becslések szerint körülbelül a piacra jutástól számított 2 és 4 éven belül. Jelenleg nagyon korai szakaszban vagyunk, tehát túl vagyunk a felhasználói kutatáson, a koncepció, ipari formaterv, jelenleg a kommunikációs protokollon dolgozom, de szeretnék tovább hajladni a technikai vonalon. Ennek nyilván van egy forrásigénye, amit most nagyjából 1,5 millió euróra becsülünk, és nagyjából 1,5 év alatt el is tudnánk jutni ezzel a támogatással mondjuk egy TLR 7-es szintre. A csapatunk nem technológiai csapat, Bodor Brittany és én, Imre Krisztián, a Budapesti Műszaki Egyetem természettudományi karának kognitív idegtudományi mesterszakosai vagyunk. Gál Péter barátom ipari formatervezőként végzett jelenleg a Philipset erősíti. A negyedik körben található te, az annak szólt volna, hogy így azt reméltük, hogy egy picivel több lesz itt az a lelkes fiatal mérnök hallgató, aki esetleg szívesen csatlakozna a csapathoz. Egyébként bárki, aki itt van, és azt gondolja, hogy hozzá tud tenni ehhez az egész projekthez mentorként, vagy akár mérnökként, vagy bármilyen módon, azt nagyon szívesen várjuk. Engem a christian.imre@iva.vision címen el lehet érni, vagy a fieken keresztül, a Viktorékon keresztül is bármikor. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen, Krisztián. Az utolsó... Nem, van egy kérdésünk, elnézést, nem figyeltem. Akkor gyere vissza, Krisz. Bocsánat, mert megkérdeztem. A két lakásom eladásából. Igen. És aztán úgy döntöttem, hogy nem ártana némi egyetemi vagy akadémiai segítségehez. Úgyhogy akkor úgy döntöttem, hogy így öreg fejjel felvételizem ide a TTK-ra, és akkor már így közelebb leszek a vikesekhez. Hát igazából közvetlen EU-s pályázatokat néztünk. Annó, még amikor a Horizon 2020 SME Instruments volt, akkor egy phase 1-et elhoztunk, tehát az 50 ezer euró volt, azzal nem mentünk olyan nagyon sokra. A phase 2-n sajnos 4-szer is sikerült kipotyognunk interjú fázisban, tehát azt hiszem, hogy mi vagyunk a világrekorderek. Köszönjük szépen. Egyébként egy kétmondatos kitérőt hadd tegyek. Azt szokták mondani, és a nemzetközi tanulmányok is azt erősítik, hogy az igazán sikeres startupperek azok átlagosan 45 évesek, és nem véletlenül. Van 2-3-4 bukó előtte az életükben, amikor adott esetben akár lakásoknak autógyárát is elbukják. Nagyon gyakori, hogy a befektetők egyébként pont azt kérdezik meg először, hogy van-e már a projektben 3F, 4F pénz. A 3F, 4F az ugye a Family, Friends and Fools and Founders. Tehát saját maguk hisznek eléggé a termékben ahhoz, hogy beletegyék a saját pénzüket, kockáztassák azt. Ez egy nagyon jó visszajelző. Egyébként Krisztián nagyon szerény volt, mert ő európai innovációs innovátordíjat kapott egyébként ezzel a történettel, tehát mind a 4
pályázati körben magasan a pontszám fölött teljesített, ami kellett volna. Vélhetően az interjúk során azért is bukott el, mert akkor sem volt még megfelelő csapata. Most azon dolgozunk, hogy itt a műegyetemen a megfelelő technológiai csapatot fel tudjuk építeni a termék kifejlesztéséhez. És akkor jöjjön az utolsó versenyzőnk, Otán Tamás, aki a Five Guys csapatát képviseli. Ők a Business Express programból érkeztek, és egyébként Vikes villanykari hallgató. Gyere! És még egy újabb drón projekt. A változatosság kedvéért. Tehát ezt látja egy előadó. Apropó, köszönöm. Tehát egy héttel ezelőtt ebben a teremben még itt Informatika 2 előadás volt egyébként, ezt elmondanám. És az volt azon a napon a negyedik előadás. Nem tudom, láttak-e már hallgatókat negyedik előadáson? Nem frissek. És természetesen ez egy emberi dolog, hogy nem tudunk sok órán át koncentrálni, de vannak olyan területek és szakmák, ahol nem engedhetjük meg magunknak, akár egy percre sem, hogy lankadjon a figyelmünk. Ilyen az őrzésvédelem, és különösen nehéz ezt fönntartani, akkor, ha ezt éjszakai műszakban végezzük. Nagyon kevés az impulzus, korlátozottak a látási viszonyok, és az eddigi interjúink során az derültek ki, hogy az őrzővédő cégeknek a legnagyobb panaszuk az ilyen humánfaktoros problémák, illetve emberi természetből fakadó problémák, például, hogy valaki nem jelenik meg, vagy hirtelen fölmond, vagy munkára alkalmatlan állapotban jelenik meg. Erre kínál megoldást a Five Guys csapata. Mi egy drónra szerelhető, 5G-n keresztül kommunikáló hardware és egy hozzátartozó AI támogatású szoftvert fejlesztünk, amivel csökkenteni tudjuk a humán erőforrások számát és tehermentesíteni is őket. Kicsit bővebben a megoldásunkról. A célunk az, hogy autonóm, programozható drónokkal váltsuk ki az éjszaka járőrzőknek egy részét, így egy hibrid modellre váltva, és ezeken az infrakamerás drónoknak a képét, illetve a kameráknak a képét pedig egy objektumfelismerő szoftverrel elemezzük ki. És ez segítene nem csak a járőrök által elkövetett hibáknak a csökkentésében, hanem tehermentesíteni a diszpécsereket is a szobákban, akiknek 30 kamerára kell mondjuk ugyanilyen éjszakai monoton műszakban figyelniük. Az objektum fölismerés fölismeri az embert, és jelez a diszpécsernek, hogy ezt melyik drón vagy melyik kamerán látta, aki ezután megnézheti a felvételt, és az alapján meghozhatja a döntését. A piac, amire lépni kívánunk, stabil és növekszik, és az elmúlt évek krízisei sem érintették olyan magas szinten, mint ezt a többi ilyen emberi szolgáltatás iparban ez jellemző volt. Hát ez 2027-re a Markets and Markets előrejelzéseint olyan 80 milliárd dollárra fog növekedni a megfigyelés és őrzésvédelem. És természetesen vannak konkurenciák. Itt kettőt hoztam el két különböző szegmensből. Az egyik a UGCS-nek a SkyHub megoldása, ami egy drónra szerelhető, szintén ilyen moduláris megoldás, viszont ők az őrzésvédelemben eddig még nem tevékenykednek és a régióban nem jelentek meg. A másik pedig az Azure Drones-nak ezek a SkyTech megoldásai, ők egyértelműen területeket őriznek, viszont az ő megoldásuk ugye integrált a drónba, és éppen emiatt olyan drágák és komplexek, hogy csak nagyon nagy forgalmú és létfontosságú területeken, erőműveknél, konténerkikötőknél használják. Mi ezzel szemben a kis modulálható hardverünket kisebb drónokra terveznénk, és 5 és 50 hektár közötti területvédelemre specializálódnánk. És hát itt látható a következő néhány év, ahogy mi elképzeljük. Szeptemberben fog elkészülni a prototípusunk, és ezután elkezdhetjük magát a szolgáltatást is tesztelni. Hát ebből levonjuk a tanulságokat, és megindulhat egy pilot projekt, utána pedig egy konkrét piacra lépés is. Természetesen ezek a számok nincsenek kőbevésve, és előbb-utóbb szükségünk lesz egy befektetőre is. Innen is jelezném minden jelenlévőnek, hogy jó tanácsokat, névjegykártyákat és pénzt is bármikor elfogadunk. És végül néhány szó a csapatról. Jelenleg hárman vagyunk, jó magam és másik két villamosmérnök hallgató kollégám.
és a héten tűnik úgy, hogy véglegesen tudjuk egy negyedik tag, egy gazdasági oldalról egy GTK-s hallgatónak a csatlakozását. És szeretném megköszönni a kollégáim mellett a támogatóinknak, akik tanácsokkal, vagy mentorációval, vagy alkatrészsel, vagy pénzzel támogatták az eddigi kis projektünket. És köszönöm a figyelmet. Kérdés? Most nincs. Köszönöm. Mi pedig köszönjük szépen a pitcheket a bemutatkozó csapatoknak, és hát akkor menjünk is tovább azzal a bizonyos rövid kis mozizással, az 5 perces kisfilmmel, a Kooperatív Technológiák Nemzeti Laboratórium bemutatkozó videójával. A Kooperatív Technológiák Nemzeti Labor keretein belül olyan technológiákat, termékeket fejlesztünk ki, amelyek szükségessé tették a hazai egyetemek és kutatóintézetek bevonását is. Összesen 13 konzorciumi partnerrel valósítjuk meg ezt a programot. 5 fő kutatási területe van, mind az 5-ben a BME részt vesz, ebből 3-ban vezetők is vagyunk. A műegyetem 8 kara közül a fele 4 csatlakozott ehhez a kutatáshoz. A nemzeti laborok azért jöttek létre, hogy ösztönözzék az együttműködést a felsőoktatás és az ipari szektorok szereplői közt. A laborok a globális kihívásokra reflektálnak, és olyan területeken nyújtanak megoldásokat, mint a mesterséges intelligencia, az autonóm rendszerek, a kvantuminformatika, a gyógyszerkutatás, a vízbiztonság és a megújuló energiák. A Kooperatív Technológiák Nemzeti Laboratórium több célú ipari innovációk felépítését és fejlesztését végzi. Azért jött létre, hogy létrehozzon egy olyan fórumot, ami az ipar digitalizációjában, kutatásában és fejlesztésében nemzeti és regionális szinten is kulcsszerepet játszik. 5 olyan magas tudást igénylő technológiai területen folytatnak kutatói munkát, mint a terepi járművek, platformok autonóm irányítása, a hálózatközpontú kooperatív automatizálás, a drón technológia, a bionika robotika és az additív gyártás és anyagtechnológia. Most pedig visszaadnám a szót a BME-ek igazgatójának, Jó Attilának, hiszen a rendezvény főszervezőjeként őt illeti a megtiszteltetés, hogy zárja az esemény mai részét, hiszen holnap még folytatódnak a programok. Szóval köszönjük szépen a műsorvezetést és a részvételt, és annak a B középnek, aki maradt még a végére. Természetesen az előadások elérhetők lesznek online formában, majd a pitchelőket is megkérdezzük, hogy feltehetjük-e a FIEK közösségi média oldalaira. De remélem, hogy egy színvonalas előadás sorozatot láttak az itt lévők, és talán betekintettünk a jövőbe egy picit, milyen irányba megy a FIEK szervezet, és milyen új ötletek vannak, akikre támaszkodhatunk a jövőben. Úgyhogy köszönöm még egyszer, hogy eljöttek. Viszontlátásra!